Köszöntök mindenkit itt a közösségi házban a mai nap folyamán. Mielőtt a képviselőtestületi ülést elkezdenénk, mint a napirendben is láttátok, napirend előtt van egy kis programunk. Ennek alkalmából meghívtunk három embert, Bálint Gézánét, Farkas Lászlót és Lán Gézát. Ezek után átadnám a szót Miskolci Ferenc képviselőnek. Ez a három meghívott a október 13-ai választásig. Nagyon hosszú időn át a pétfürdői képviselőtestület tagja, vagy külső tagja volt. Az elmúlt időszak alatt rendkívül sokat dolgoztatok pétfürdőért, és ezt szeretnénk megköszönni nektek egyenként egy-egy kis emlékplakett átadásával. Néhány szót azért mondanék. A képviselőtestületben, illetve képviselőként eltöltött élet utatokról. Lán Géza 1997-98-as első rövid ciklusban, akkor megalakult a Péti önkormányzat, képviselő volt. 98-2002 következő ciklus képviselő és a pénzügyi bizottság tagja, valamint az oktatási, kulturális és sportbizottság tagja volt. Következő ciklus 2002-től 2006-ig Lán Géza képviselő, az OKS bizottság tagja és a település fejlesztési bizottság tagja. 2006-2010 a szociális képviselő és a szociális bizottság tagja volt. 2010-14-es ciklus képviselő, a humán bizottság tagja volt és a település fejlesztési bizottság tagja. És végül 2014-től 2019-ig Lán Géza alpolgármester volt. Én, Géza, szeretnék neked átnyújtani egy emlékplakettet, meg egy kis emléktárgyat. Ezzel is szeretném megköszönni a munkádat. A szöveget felolvasnám. Több évtizedes a település épülését, fejlődését támogató önzetlen képviselői munkáját megköszönve Pétfürdő Nagyközség önkormányzata emlékpakettet adományoz. Jó egészséget kívánok neked, és köszönöm szépen, és ezt az emlékpakettet foglalkoztam. Köszönöm szépen. Azzal törölgethetem. Farkas László volt képviselőtársunk. 1997 és 98 első rövid ciklus képviselő, a pénzügyi bizottság tagja. 98-2002 képviselő, a pénzügyi bizottság tagja. 2002-2006-os ciklus képviselő, a pénzügyi bizottság tagja és az OKS bizottságnak a tagja. 2006-2010 képviselő és a pénzügyi bizottság elnöke. 2010-2014 képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke és a humán bizottság tagja. 2014-19 képviselő, pénzügyi bizottság elnöke és a humán bizottság tagja. Laci, megköszönjük neked a 22 éves, ha jól számolom, képviselői tevékenységedet, és szintén egy emlékeket. A szöveg ugyanaz, a Pétfürdő Nagyközség önkormányzata Farkas László részére több évtizedes a település épülését, fejlődését támogató önzetlen képviselői munkáját megköszönve emlékplakettet adományhoz fogok szeretettel. És szintén egy ilyen ismerétel.
lehetőséget. Köszönjük szépen. Egy gondolatot nekem ez fogalmas az, hogy én köszönöm ezt a elismerést, és köszönöm a településnek is, hogy megtiszteltetés volt számomra itt hosszú időszakon a település érdekében dolgozni, és ebben a testületnek jó munkát, és kellemes ünnepeket kívánok. Köszönjük. A harmadik meghívottunk Bálint Gézáné a következő üzenetet küldte a képviselőtestületnek. Köszönettel fogadtam meghívásukat a mai testületi ülésre. Sajnálattal közlöm, hogy meghívásuknak orvosi kezelés miatt nem tudok eleget tenni, emiatt elnézésüket kérem. Kívánok önöknek eredményes munkát, nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint békés, boldog új évet. Tehát Bálint Gézáné nem tudott személyesen eljönni, de neki is a képviselőtestület emlékpakettet és emléktárgyat. Micsoda? Emléklapot és plakettet, jól mondom? Igen. Adományoz. Felolvasnám neki is a elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenységét. Marika a leválást előkészítő bizottság tagja volt. Tehát Pétfürdő önállóságában előkészítésében igen tevékenyen részt vett. Ebben a terület megosztásban. Ja, és kifejezetten a terület megosztásban, tehát Pétfürdő palota között lévő területi vita megoldásában vett részt. Az első ciklusban 97-98 képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, 98-2002 tagja, majd elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, és tagja a Településfejlesztési Beruházási és Környezetvédelmi Bizottságnak. 2002-2006 között képviselő, elnöke a Szociális Bizottságnak, tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. 2006 és 2010 között... Nem? Itt 2006 és 2008, mert akkor nem volt képviselő, akkor csak ültak. Igen, jó, rendben van. A Településfejlesztési Bizottság kültagja, és itt volt egy időközi választás, 2008-10. Hótól újra a képviselő testület tagja, képviselő, elnöke a Szociális Bizottságnak, és tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. 2010 és 14 között a Településfejlesztési Bizottság kültagja, és 14-19-es ciklusban szintén a Településfejlesztési Bizottság küld tagja volt, tehát ő Pétfürdőért díjat kapott 2007-ben, ezt még feltétlen meg kell, hogy említsem, úgyhogy távol létedben is, Marika, nagyon szépen köszönjük a munkádat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor ezek után elkezdjük a képviselőtestületi ülést. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, megállapítom, hogy 6 képviselő és a polgármester jelen van, teljes létszámmal itt vagyunk. Ismertetném a mai napirendet. Javasolt napirend, először mondom a zárt ülést, mert azzal kezdenénk. Zárt ülésen a gondozási központ vezetői pályázat elbírálása, valamint a kultúráéti kitüntetés elbírálása. Nyilvános ülésen költségvetési rendelet módosítás, rendelet az átmeneti gazdálkodásról, rendelet az SMS módosításról, valamint rendelet módosítása személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről. Utána ötösként a jelentése lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, majd a polgármester szóbeli beszámolója az előző ülés óta eltelt eseményekről. A napirendben a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése a következő napirend, de kapitány urat bármikor várhatjuk, valószínűleg elő fog jönni, amikor megérkezik, akkor a nyílt ülésben napirendre javaslom venni. Utána a belső ellenőrzési terv, majd az önkormányzati közfoglalkoztatás, Akácfa utca forgalmi rendje 2, napirend, Sajtos István és felesége lakásbérleti ügye, Pétfürdő nagyközség környezeti állapota, önálló képviselő indítvány Béni Norbert, Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti Mária részéről Ifjúság utcai bekötőút forgalmi rendjének megváltoztatása, valamint sürgősséggel kiküldtünk
egy anyagot a gyerekorvosi szerződéssel kapcsolatban, illetve új pályázat kiírása tárgyában. Ezek után tájékoztató, egy van a 2019 évi beruházásokról, felújításokról, és ezek után jönnek a vegyes ügyek. Napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, szavaznunk kell a sürgősségről. Aki egyetért azzal, hogy sürgősséggel napirendre vegyük a gyerekorvosi szerződés, illetve új pályázat kiírása tárgyában kiküldött anyagot, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Elfogadtuk a zártat, nem kell. Aki a napirendet elfogadja, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk a napirendet. És akkor bezárkózunk, és elkezdjük a zárt üléssel. Rendszerint még kapitány úr nem jött meg. Következő napirendi pontunk az önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletének módosítása. Tisztelettel köszöntöm a hivatal pénzügyi csoportvezetőjét. Bizottságok tárgyalták. Kumán bizottságot kérdezem. Igen. Bizottság 4 igen, 1 nem szavazata javasolja a képviselő testületnek, hogy bízza meg a Pétkom Kft. Igazgatóját, dolgozzon ki még a költségvetés elfogadása előtt, tehát a jövő évi költségvetés elfogadása előtt egy számítást arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne két fűnyíró traktor beszerzése ahhoz hasonlatos, mint amilyen jelenlegi külsős alvállalkozónk bedolgozik a cégnek, és ehhez a két traktorhoz tartozó két gépkezelővére. Aztán a bizottság 3 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadni javasolja az egyes számú határozati javaslatot, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadni javasolja a kettes számút, és a rendeletet pedig 3 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadni javasolja. Köszönöm, Településfejlesztési Bizottság. A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az egyes számú határozati javaslatot, 7 igen egy hangú szavazattal elfogadásra javasolja a kettes számú határozati javaslatot, és 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Köszönöm, pénzügyi bizottság. Négy igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az egyes számú határozati javaslatot, 5 igen egy hangú szavazattal elfogadásra javasolja a kettes számú határozati javaslatot, és 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. Kérdezném a pénzügyi csoportvezetőjét, hogy kiegészíteni való van-e az anyagon. Nincs. Kérdés az anyaggal kapcsolatban. Van-e? Amennyiben nincs, akkor haladjunk. Van egy egyes számú határozati javaslatunk, mely arról szól, hogy a képviselőtestület az önkormányzat zöld terület kezelés szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát 25 millió forinttal megemeli az általános tartalékkeret terhére. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, igen. Ellene, 1 ellene, tartózkod. 2 ellene? 2 ellenszavazattal elfogadtuk. Van egy kettes számú határozati javaslatunk, mely úgy szól, hogy az önkormányzat a felszíni vízzel vezetés szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát 300 ezer forinttal megemeli az általános tartalékkeret terhére. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadjuk, és van egy rendeletünk, aminek a főszámai: a képviselőtestület költségvetése 909 millió 744 ezer forint költségvetési bevételi főösszeg, 1 milliárd 687 millió 408 ezer forint kiadási főösszeg, és 777 millió 664 ezer forint finanszírozási bevétellel alapítja meg, és a tartalék a kiadások között 5 millió forint általános és 8 millió 924 ezer forint céltartalékot állapít meg. Aki a rendelettel egyetért, kérem szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, igen, ellene, 2 ellenszavazattal elfogadtuk a rendelettervezetet. Volt a Kumán Bizottságnak egy határozati javaslata,
hogy bízza meg a Pétkom Kft. Igazgatóját, hogy dolgozzon ki még a költségvetés elfogadás előtt egy számítást arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne két fűnyíró beszerzése, és hozzátartozok két gépkezelővére. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak én egy véleményt. Tavaly és tavaly előtt, illetve ez az idei év és a tavaly évvége arra ment rá, hogy rávegyük a Pétkomot, hogy külső vállalkozóval oldja meg a zöld terület kezelésnek egy részét. Ez az idén sikeres volt, a zöld felületek rendben voltak, már akkor is megmondtuk, hogy ennek ára van, hát az ára ez. Szeptemberben a képviselőtestület jóvá hagyta a Pétkom Kft.-nek a szerződést, kötést, hogy január 1-től, azt hiszem két évre talán, nem emlékszem pontosan, szerződést kössön a külső vállalkozóval, és akkor én egy kicsit furcsálom, hogy most megint egy új feladatot adunk a Kft. Ügyvezetőjének, holott a két gép beszerzése és a két munkabér, az nem fedezi a zöld területkezelésnek a költségeit, mert az egyik beruházás, a másik pedig költség, és mi most a költségekről szavaztunk az egyes számú határozati javaslatban. És van egy főérv, amit alpolgármester a Humán Bizottságon is elmondott, hogy nem volt véletlen a felkérés a külső vállalkozó igénybevételére, mert mivel a zöld területkezelés az eléggé időjárás függő, és esetleges létszámot növelni, azt egész évben foglalkoztatni, lehet, hogy nem teljesen megoldható a Pétkom számára. Parancsolj, Zsolti. Köszönöm. Mit akarnék mondani, hogy az, hogy megkérjük a Pétkom igazgatót, hogy nézzen utána ezeknek a dolgoknak, igazából nekem ellenvetésem ezzel kapcsolatban nincsen. Kapunk plusz információt. Igaz, hogy neki ebben dolgoznia kell, de legalább plusz információnk lesz a költségvetéshez. A másik dolog, hogy amikor saját magunknak, illetve a mi cégünknek van eszközbeszerzése, illetve adott esetben létszám, és most itt kapcsolódva rá kapcsolódnék a te gondolatmenetedre, tehát hogyha mi vásárolunk gépet, vagy a Pétkom vásárol gépet, ugye neki kell gondoskodnia majd az alkatrészellátásról, karbantartásról, stb. Nem tudom, hogy ez mennyivel lenne mondjuk olcsóbb a bérleti díjnál, vagy a bérlésnél, illetve hát ugyanaz az aggályom a létszámnál is, ugye tudjuk nagyon jó, hogy évek óta megfelelő gépkezelői, hogy mondjam, hiánnyal küzd a Pétkom. Ez nem azt jelenti, hogy most esetleg ne találnánk, vagy ne találna tavasszal, vagy az évelején gépkezelőt, csak nem ez a tendencia, hogy most itt potyogni fognak majd, hogyha lesz új gép. De mondom még egyszer, semmi kifogásom az ellen, hogy tájékozódjunk és megnézzük, hogy ez mennyibe kerülne. Csak ennyit akartam. A pillanat, erre hadd válaszoljak. A géppel kapcsolatosan én is tudok információt adni. Tűnik a Magyar Falu programba pályáztunk. Pontosan a Pétkom közreműködésével, tehát a gépeknek az árát meg tudom én is adni bármikor, hogy az mennyibe kerül. De annak a működtetésének a költségeit viszont nem tudom. És most itt a költségvetésnél pontosan az a lényeg, hogy a működési költségeket tudjuk összehasonlítani a ténylegessel, mert a beruházás az beruházás. De hogy annak a működtetése, az üzemanyag, a gépuradíj, meg a minden, arra nem tudok információt adni, a beszerzésre. Igen, Gyula jelentkezett előbb. Igen? Tehát a Humán Bizottságban ugye ezt a dolgot én vetettem föl, és többségtámogató. Tehát ez igazából arról szól, hogy kéne egy információ, mivel majdnem 34 millió forintos tételről beszélünk, hogy van esetleg olcsóbb megoldás. Ennek az információnak nagyon sok egyéb vonzata lehet. Ez nem arról szól, a vállalkozó nagyon szép munkát végzett, azt senki nem vitatja. Ha két éves szerződése van, az se hangzott el, hogy megszüntetjük vele a szerződést, de a gondolkodáshoz igenis szükség van adatokra. És ott még az is elhangzott, hogy a két gépkezelőnek esetleg megemelt béret adni, hogy bért adni, hogy valóban találjunk. Tehát igazából itt csak egy információra, egy költségre lenne szükség, hogy tudjunk tovább gondolkodni. Jó. Köszönöm. Feri? Jó, hát gondolkodjunk tovább.
az a terület, amit a külső vállalkozás gondoz, az úgy tudom, az pont nem az a terület, amit úgy géppel lehet kezelni. Igen, tehát nem traktorral lehet kezelni, hanem pontosan a lakótelepen azok a kis zöld területek, a járda meg a lakóház között, ahol nem lehet nekiállni traktorral, aztán kombájnnal, aztán learatni az egészet. Tehát ez munkaerő igényes. Tehát nem két gépkezelő kell hozzá, hanem illetve a gépkezelő akkor a trimmert fogja, a fűkaszát fogja kezelni, nem a traktort. Azt össze kell szedni a kaszálékot, ugye össze kell gerebjézni, föl kell rakni, tehát ennek több személy vonzata van, több munkaerő vonzata van, de végeztem egy nagyon gyors számítást, csak kettő gépkezelőnek a bére csak 250 ezer bruttóval, járulékokkal együtt az 8 millió forint per év. És ez még csak kettő fő. És ez nem egy nagy fizetés, tehát, tehát ki lehet számolni, számoljuk, én is azt mondom, gondolkodjunk, én már egy kicsit gondolkodtam, nem biztos, hogy jól jövünk ki, de nem elképzelhetetlen. Én megnéztem azt a szerződést, amit egyébként te is megnézhettél, mert benne van a gépedben, mert szeptemberben te is megkaptad azt az előterjesztést, amit tárgyalt a képviselőtestület, mert ott volt benne a szeptemberi képviselőtestületi ülésen napirend volt a Pétkom Kft. Szerződés kötése a jövő évtől a park gondozásra, mert ez testületi jóváhagyás kellett, és ott benne van, hogy a vállalkozó nem csak a kaszálást vállalta, hanem az összegyűjtést, a fölrakást, az elvitelt egy legális hulladék lerakó helyre. Tehát az az összeg, abban az összegben ez is benne volt. Tessék, tiéd a szó. Ugye a vállalkozó, amit leírt abban az anyagban, az elvitelt, illetve a konténerbérlést ugyanúgy meg tudjuk mi is oldani. Tehát ez nem biztos, hogy emiatt be kell vonni egy vállalkozót, hiszen ez önmagában is költséget. A másik dolog felé, hogy én a lakótelepen, vagy a polgármester, bocsánat. Tehát a lakótelepen lakok. Hívjál csak Ferinek. Ő nem sértődik, ja. Hogy nem Ferencnek hívott. Hogy tehát aki látta a fűnyírást, pontosan látta, hogy ezeket ugyanabból a fűnyírógépekkel két ember csinálta, tehát ez nem ilyen légből kapott dolog volt. Én csak mondom, adatokat kértem, vagy hát szeretnék, és akkor azokkal esetleg lehet gondolni. És nem mondtam, hogy az a vége annak a dolognak, hogy szerződést bontunk, vagy ilyesmi, egyszerűen adatok, ennyi. Ja, hát mondjuk a szerződést mi nem is bonthatjuk föl, csak a Pétkom bonthatja föl, mert nem mi kötöttük, tehát nem mi vállaltuk a kötelezettséget. Jó, van egy határozati javaslat, aki egyetért ezzel a javaslattal, hogy kérjük be a Pétkom ügyvezetőjétől a két traktor beszerzésének az árát, valamint a gépkezelői bért. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Hát igen, ellene egy tartózkodással. Bocsánat, így nem teljesen pontos a megfogalmazás. Nem két traktornak és a két kezelőnek a bérét kérjük be, hanem kiváltását a külső vállalkozónak. Minden eszközigénnyel, minden személyigénnyel. Tehát, ez így pontos, ugye? De a humánbizottságnak nem ez volt a javaslat. Most titeket csak a két traktor, igen, meg a két személy az érdekel, vagy pedig a kiváltás érdekel? Az volt a lényege, hogyha mit csinálnak, milyen költséget, teljesen igazad az. Akkor ez a kiváltása érdekel. Azt viszont tehát biztos... Tehát akkor azért mondom, pontosan fogalmazzuk meg, mi a feladat, mert utána nem azt fogja a Pétkom ügyvezetője adni, amit vár. Tőle, vagy tőle. Na, most én ezt úgy gondolom, hogy december közepén erre fölkérni a Pétkom ügyvezetőjét, hogy január közepéig ezt dolgozza ki. Üdvözlöm, kapitány, hogy foglalja helyet. Igen. Akkor ez egy kicsit nagyon szoros határidő. Hát ne január közepe legyen, hanem február vége. Hát én meg azt mondom, hogy a Pétkomnak a zárszámadásáig kérünk egy ilyen összehasonlítást. Na, most annyira nem kell vele sietni, igen, mert a 20-as évben már úgysem tudunk váltani. Igen. És akkor még a zárszámadáskor is elég eldönteni, hogy lesz-e váltás vagy nem a pargondozásnak a módszerében. Tehát van egy módosító javaslat. Akkor ezt felejtsük el az előbbi szavazás eredményét, mert itt egyértelműen a két gépről és a két gépkezelőről szólt a történet, mert a Humán Bizottságnak ez volt a javaslata. Erről szavaztatok. De két gép meg két kezelő az nem váltja ki a külső vállalkozót.
De mi a cél? A külső vállalkozónak a kiváltás. Jó. Saját erővel megoldani, ugye? Ez a cél. Erre gondoltam. Nem. A cél az, hogy tisztában legyünk azokkal a költségekkel, hogyha mit csinálnánk, mennyibe kerülne. Ezt mondta, ez pontosan ezt fogalmazta meg a polgár. Én nem tettem hozzá kiváltás szót direkt. Hát, ha mit csináljuk, akkor kiváltjuk a külső vállalkozót. Nem azt jelenti? Nem, még nem döntöttem. A magyar nyelv értelmezése szerint? Jó. Akkor van egy módosított határozati javaslat, megfogalmaznám, hogy a képviselőtestület kérje fel a Pétkom ügyvezetőjét, hogy a Pétkom zárszámadásával egy időbe számoljon be a, a képviselőtestületnek, hogy a pargondozásban a külső vállalkozó kiváltása milyen erőforrások kellenek, gépekkel, személlyel és a dologi kiadásokkal együtt. Ezt kérjük a zárszámadással együtt lerakni az asztalra. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzam. 7 igen, és ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Köszönöm szépen. Tehát ez március. Köszönöm. Köszönöm szépen. No, akkor tisztelettel köszöntöm vendégünket. Kapitány urat, és rátadnám a szót, tehát új ember, új arc, bemutatkozás egy kicsit. Jó. Igyekszem rövidre fogni, hogy ne raboljam az idejüket. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon megtisztelő, hogy mai délután megjelenhettem itt önök előtt. Néhány gondolat az életpályámról röviden. Egy nevet kérünk szépen, ja, az ön szájából. Dr. Lincmayer László, és rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, és megbízott rendőrkapitány. Szép hosszú egyébként. A őrmesterként kezdtem Balatonfüreden rövid pályafutáson, 27 évvel ezelőtt egyébként, és tulajdonképpen a szakmai életutamat végigtanultam egyébként. Balatonfüredről Veszprémbe kerültem, Veszprémben dolgoztam jó néhány évet, először a Városi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, azt követően pedig a megyei bűnmegelőzésen, illetőleg a megyei életvédelmi alegységnél. Ezt követően kerültem ki most már 10 évvel ezelőtt vezetői beosztásba Balatonfüredre, bűnügyi osztályvezetőnek és a rendőrkapitány úr helyettesének. Ott egy 6,5 éves ciklust eltöltöttem, majd 2016-ban bíztak meg megyei főkapitányság vezetése Balatonalmádi rendőrkapitányság vezetésével, ahol 3,5 évet szolgálhattam kapitányként, majd 2 hete és 2 napja pedig főkapitány úr megbízott a Várpoltai rendőrkapitányság vezetésével. Hát túl sok időt nem töltöttem el még a rendőrkapitányságon, hogy messze menő következtetéseket tudjak levonni, és nincs nálam bölcsek kövesem egyébként, hogy most itt komoly jövőképet fessek, de azon vagyok, hogy nyilván felmérem én is az erőforrásokat, bár nálunk nincs külső vállalkozó, csak mi magunk tesszük a dolgunkat. Én azt gondolom, hogy az eddigi 10 éves vezetői tapasztalatomat felhasználva Várpalota rendőrkapitányság illetékességi területén, Palotai kistérség, sikerült talán a tartalék energiákat és a tartalék erőforrásokat mozgósítani, mert azt már azért láttam, hogy némi tartalékkal a rendőrkapitányság rendelkezik, mind a bűnügyi szakterületen, mind pedig a rendészeti szakterületen. Úgy gondolom egyébként, hogy egy kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítményt nyújtó kapitányság, de vannak még tartalékai, különösen az állampolgárokkal történő, illetőleg a közterületen teljesített szolgálat az, amit most itt hirtelen első vezetői döntésekkel majd meg kicsit alakítani szeretnék. Nem több rendőr lesz az utcán, ugyanannyi rendőr lesz az utcán, csak jobban lehet majd észlelni, én azt gondolom. Talán az intézkedési aktivitás és az intézkedési kultúra váltásból eredő segítő támogató intézkedéseket
szeretném, hogyha jobban megjelenne a hétköznapokban, és egy szolgáltató rendőrség képét festenénk akkor a településeken az állampolgárok részére. Hát én előbb voltam rendőr, meg lettem rendőr, mint jogász, úgyhogy nyilván inkább zsaru vagyok. A 27 évből, amit magam mögött tudhatok, 24-25 évet egy szakterületen a bűnügyi szolgálati ágnál detektívként különböző beosztásokban láttam el. Én nem fogok megváltozni, maradok azért az, aki voltam, vagy vagyok. Nagyon szívügyem a bűnügyi tevékenység. Én azt gondolom, hogy a közbiztonság javítása mellett a bűnügyi eredményesség javítása lesz, ami látványos lehet a jövőre nézve az egész kapitányság életében. Bárkinek bármilyen kérdése van, nagyon szívesen válaszolok. De tényleg rövidre akartam fogni. Köszönöm szépen. Ja, és a katasztrófában is egy kicsit belekóstolt már. Igen, igen, bele. Majdnem. Hála Istennek csak majdnem be. Köszönöm. Képviselő urak. Kérdés? Én azért felteszem a kérdést, remélem nem kényes, hogy miért volt szükség a váltásra? Ez szerintem nem a, hát váltásra szükség. Főkapitány úr így döntött, engem pedig felkért erre a beosztásra. Igazándiból nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és nem is tájékoztattak erről, úgyhogy nyugodt szívvel. Amit kifelejtettem, illetve nem felejtettem ki, csak rövidre fogtam a mondanom. Én egyébként őszinte ember vagyok, és ezért néha elszenvedem a kritikát, de ezen már nem óhajtok változtatni, valóban nem tudom. Meg nem tisztem. Okay. Mert a rendőrség, rendőrkapitány úr az előző, ugye minden évben rendszeresen beszámolt a tevékenységről, mindig gyönyörű szép mutatókat ábrázolt, és tényleg imponálóan javultak a mutatók. Általában pozitívan nyilatkoztunk mi a képviselőtestület is a rendőrkapitányság tevékenységéről, munkájáról. Mert az ember azt gondolja, hogy ha valami jól működik, akkor nem igen változtatnak, de valami csak volt, de hát jó, nem kell elmondani. Csak kicsit furcsa, hogy nyilván örülünk önnek, nehogy azt gondolja, se nem azért mondom. Értem a kérdést, csak lényegét, de csak eddig jól mentek, mi úgy látunk, hogy jól mennek a dolgok, és akkor nem szoktak változtatni, ha jól mennek a dolgok. Lehet, hogy mi nem látunk minden szakai. Rendvédelmi szervnél sose tudhatom. Sose tudhatom, így van. Hát jó, ez egy érdekes választás egyébként, okay. Bárkivel megeshet egyébként. Nem innen fogok nyugdíjba menni valószínűleg, de valószínűleg. Ezt az optimista kiállt. Már lehet, hogy ugye időszakonként rotációs az új HST-re gondoltam, mert 5 évente a hivatásos állományú, akról szól a törvényünk, elő is írja egyébként 5 év plusz 5 év, és nyilván váltani kell jogszabály alapján is. Hát akkor lehet, hogy az. Jogszabály alapján is. No, képviselő urak, parancsolj! Köszönöm, egy-két gondolat. Igazából jó estét kívánok. Kérdezni nagyon nem szeretnék, ugye még nem is ismerjük annyira a kapitány urat. A következő találkozás alkalmában biztosan lesznek majd kérdések. Ezzel együtt csak annyit szeretnék májusra várható, megemlíteni, hogy az előző rendőrkapitánnyal is nagyon jó munkakapcsolatunk volt. Én azt kívánom, abban vagyunk érdekeltek, hogy önnel is legalább olyan jó munkakapcsolat alakuljon ki addig, amíg együtt fogunk tudni dolgozni, vagy ameddig együtt dolgozunk. Egy kérésem, ha lehet ilyet kérni, hogy a trafipaxoknak azért attól függetlenül örülünk, hogyha néha elszenvedő is vagyunk. Azt továbbra is szeretném kérni, hogy erre figyeljenek oda, de ezzel együtt, amit említett az előbb, hogy a gyalogos és autóval a járőrözés az lehetne egy kicsikét. Ezt minden évben kértük, mert nem igazán láttuk a rendőröket személyükben megjelenni a településen, általában csak trafipaxban ücsörögve. Úgyhogy itt szeretnénk kérni egy picit, hogy erre figyeljen oda, ha lehet, és összességében pedig, hogy szokták mondani, erőt, egészséget és jó munkát kívánom. Vigyázzanak ránk! Nagyon szépen köszönöm.
köszönöm, hadd csatoljuk vissza, hogy valami hasonlóra gondoltam én is a tartalékok mozgósításával. Nyilván nem leszünk többen, várhatóan, de a közterületi jelenlétet nyilván prioritásként kezeljük, illetve kezelem, és a kollégáim is ezt fogják képviselni. Köszönjük. A jövőre nézve. Egyébként visszacsatolva elődömre, Csányi úrral, mi szakközépiskolába évfolyamtársak voltunk, és egy hónap különbséggel ugyanazon a rendőrkapitányságon kezdtük a pályafutásunkat, ugyanabban az irodában. Úgyhogy nyilván Zolival a jó viszony az eddig is megvolt, meg ezután is megtartjuk, de nincs összefüggésben az, hogy én váltottam őt, illetve követtem őt, inkább úgy mondanám, a település, vagy hát a rendőrkapitányság vezetésében. Köszönöm. Köszönöm. Rácsa. Én friss képviselő vagyok, mint ahogy ön itt Várpalotán friss kapitány, úgyhogy bízom benne, hogy együtt tudunk dolgozni. Annyit szeretnék elmondani magammal kapcsolatban, hogy a képviselői programom, ami kicsikét szűk volt, de egyik sarkalatos pontja volt, hogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha Pétfürdőn Védakaput, nem is tudom, hogy annak hivatalosan mi a neve, hogy Védakaput állítanánk föl, mert vannak a főközlekedési út, a Berhidei útnak olyan hát balesetveszélyes részei közlekedés szempontjából, illetve a gyalogos közlekedés szempontjából balesetveszélyes részei, amit nem lenne baj, hogyha állandó figyelemmel kísérne akár a rendőrség is. Itt a gyalogátkelők, illetve leginkább a gyorshajtás az, amire én gondolok. Itt a Berhida felől beérkező, amit azért a fehér Suzuki elég gyakran a bokor alól ellenőriz. A Berhida felől beérkező, kicsit gyorsabban, majd satúfékkel lelassító gépjárművek közlekedését ellenőrzi, illetve utána azt jelzi is a rendszer. A lényeg az, hogy ehhez szeretnénk majd a későbbiekben segítséget kérni, hogy lehetséges lenne-e, illetve hogy milyen paraméterek kellenek ahhoz, hogy egy 5000 fős településen, közel 5000 fős településen, amin egy fő aránylag főközlekedési út. Négyszámjegy út, főközlekedési. Főközlekedési út áthalad, hogy milyen paraméterek kellenek, illetve mit kell nekünk ahhoz kérnünk, hogy ezeket a közlekedés morált javító, illetve hát nem is tudom, hogyan mondjam. Tehát ezeket a úgynevezett védakapukat, akár egyet, de igazából a település hosszára vonatkozóan, illetve elég hosszú ez a főközlekedési út, hogy akár kettő védakaput is felállítson az önkormányzat, illetve a rendőrség. Tehát én ezt nem tudom, hogy kinek a hatásköre. Érdekes történet. Egyébként védakapu a harmadik kapitányságnak kettő is van, Kenesén, illetőleg Litéren. Elég költsége, nagy aránya, viszonylag magas költsége jár. Én, amikor ennek utána jártak a kollégáim, akkor, ha jól nem, nézzék el nekem, nem akarok félreinformálni senkit, de olyan 50 milliós nagyságrendű. Mennyi? 50 millió forint egy ilyen. Hát akkor kettő fehér Suzuki legyen. Kettő-három. Azért gondoltam így, lehet, hogy ez korábbi összeg. Tehát egy nagyon komoly logisztikai háttér és informatikai háttér kell hozzá. Nyilván olyan paramétereknek kell megfelelni ezeknek a fix telepítős sebességmérő eszközöknek, ami ezt tudja, nagyjából én úgy tudom, hogy ennyi a költsége. Ebből pályázati forrás útján akár 50%-ot is úgy tudom, egy minisztérium akár megfinanszíroz, de még az is eléggé magas összegnek tűnhet. De hangsúlyozom, ez nem friss információ számomra. Lehet, hogy egy fekvőrendőrnek nevezett forgalomlassító eszköz lehet, hogy
ha gyors eredményeket akar elérni a település, lehet, hogy olcsóbb is, finanszírozható is, és az akár tisztelt testület tud ebbe döntést hozni a településen belül. Hát egyelőre beszakadt csatorna fedlapokkal lassítunk. Nyilván én nem tisztem ezt vizsgálni, de a védakapu az ezt tudom róla elmondani, de nagyon szívesen utána nézzetek a kollégákkal, nem lesz kevesebb. Köszönöm szépen. Tehát van egy probléma, ami már itt kapitány úr tudomására jutott, ami sarkalatos Pétfürdő esetében. Hát akkor a közlekedési morállal kapcsolatosan egyébként korábbi szolgálati helyemén is a közúthálózat és a parkolási lehetőség és a sebességtúlépés volt az, amivel küzdöttünk. Nyilván amilyen eszközeink, illetőleg eszközrendszerünk meg erő áll rendelkezésre, az amúgy is prioritás a közlekedés biztonság. Én annak ellenére, hogy hangsúlyoztam, hogy bűnügyi beállítottságon vagyok, a közlekedésben én prioritásként kezelem a baleseti okokat, és a vezető baleseti ok ma is a 33-38%-os országos szinten a sebességtúlépés. Indulásnak nem rossz, ezt lehet finomítani majd, persze, így van. További kérdés? Parancsolj! A közterületi jelenléttel kapcsolatban lehetne esetleg kérést megfogalmazni helyett, meg időpontot? Itt gondolnék olyanra, hogy reggel az iskolába menő gyerekek két olyan gyalogátkelő helyet is használnak, ahol a szülők rendszeresen jelzik, hogy probléma szokott lenni. Az autós közlekedés. Értem. Ez egy furcsa egy probléma. A megoldásban én azt gondolom, hogy lehet, hogy a korábbi tapasztalataim azok, hogy a polgárőrséggel felvettük a kapcsolatot, és közösen oldottuk meg annó. Nyilván itt is a kollégáim fel fogják venni a polgárőrökkel a kapcsolatot, mert több gyalogátkelő, általában ha összeszámoljuk az oktatási intézményeket, ott minimum egy gyalogátkelő hely van, és akkor erővel felelőtlenség lenne azt ígérni, hogy minden gyalogátkelő helynél lesz, de a stratégiai partnereinket bevonva nagy részüket eddig sikerült hasonlóképpen biztosítani, és a abban a kritikus időszak a 7:30-tól 8:00 egyébként, vagy 4:30-tól 3:30 szerintem a közös konszenzusos megoldás a polgárőrséggel talán nagyobb eredményt és nagyobb hatékonyságot fog eredményezni. Ez egy jó felvetés. Én azt gondolom, erre rá fog fókuszálni a rendészeti szinten. Köszönöm. Tovább. Amennyiben nincs, per pillanat első nekifutásra ennyi kérdés volt. Én a képviselőket kérdezem, aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kapitány úr kinevezésével kapcsolatban, kérem, szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Nem kifogásoljuk a kapitány úr végleges kinevezését. Ezt a határozatot felkérésnek megfelelően a megyére eljutatjuk. Egyébként, hogy amit vállaltunk, vagy vállaltam, azt maximálisan teljesíteni tudjam. Köszönjük szépen a jelenlétet. Ha megengedik, akkor folytatom. Nagyon szívesen látjuk itt körülben. Igen, sok-sok helyre kell még eljutni. No, következő napi rendünk akkor a 2020 évi átmeneti gazdálkodásról. Viszontlátásra. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, bizottságok tárgyalták, Humán Bizottság. A bizottságunk 5 igen, 1 hangú szavazattal javasolja elfogadni. Településfejlesztési bizottság. 7 igen, 1 hangú szavazattal elfogadásra. Pénzügyi bizottság. 5 igen, 1 hangú szavazattal elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban? Bizottságokon nem merült fel. Most sincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a rendeletet a 2020 évi átmeneti gazdálkodásról, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következő napi rendünk. Képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása, illetve felülvizsgálata. Humán bizottság tárgyalta. Igen. A bizottságunk 5-1 hangú szavazattal kéri a jegyzőasszonyt, hogy nézze meg, nincs-e törvényi akadálya annak, hogy a jövőben a név szerinti szavazás véletlenszerű sorrendben történjen, és 5-1 hangú szavazattal javasoljuk elfogadni a rendelet tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselői tiszteletdíjak, illetve a bizottsági tagok tiszteletdíja is változatlan maradjon, tehát ne emeljünk rajta. Köszönöm szépen. Településfejlesztési Bizottság. A bizottság 6-1 szavazattal egy tartózkodás mellett javasolja, hogy az SMS 60. paragrafus második bekezdése az alábbiak szerint a jegyző a képviselőtestület nyilvános üléseinek jegyzőkönyveit legalább 5 évre visszamenőleg megjeleníti az önkormányzati honlapon. A bizottság 7-1 hangú szavazattal javasolja, hogy a tiszteletdíjak mértéke ne változzon, és 7-1 hangú szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet a módosításokkal. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság 4-1 szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta azt a javaslatot, miszerint a 10. paragrafusban az szerepel, hogy a jegyző a képviselőtestület nyilvános ülésének jegyzőkönyvét 5 éven keresztül megjelenteti az önkormányzati honlapon. A bizottság 5-1 hangú szavazattal javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjak mértéke változatlan maradjon, illetve 5-1 hangú szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet az előző módosításokkal. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony kidolgozta a variációt a név szerinti szavazással kapcsolatban, arra az esetre, ha nem ABC sorrendben szólítatnak meg a képviselők, de átadnám ezzel kapcsolatban a szót jegyzőasszonynak. Jó, tehát ugye akkor a 7-es paragrafusról beszélünk. Kiküldtem e-mailben mindenki részére a délután folyamán a javított rendelet tervezetet, és akkor azt kérem, hogy mindenki ezt vegye most a tárgyalási alapnak, mert ebbe természetesen már, amit a pénzügyi bizottság ülésen megfogalmazódott az 5 éves jegyzőkönyvek, vagy 5 éven keresztül a jegyzőkönyveknek a fennléte a honlapon. Azt bedolgoztam. Befogadtad, vagy pedig... Be is dolgoztam már a rendeletbe, és akkor igazából mondjuk azt, hogy befogadtam. Mert erről nem kell külön szavazni. Mert akkor nem kell róla szavazni. Mert mondtam, hogy törvényi akadálya nincs. Ugye nekem a törvény a kötelezettséget 1 évre írja elő. Gondolom ez a kérés az abból fakad, hogy akkor legalább a ciklus időtartama alatt kereshető és utána nézhető legyen minden. Tárhely kérdése, én azt gondolom, hogy elbírja, ha meg nem, akkor igazából nem egy nagy összeg, amivel a tárhelyet lehet bővíteni. Én ugyan most azt mondtam, hogy fönt vannak, de aztán utána néztem, most olyan sokáig nincsenek fent, de vissza fogjuk tenni, mert fent voltak. De pontosan most a képviselőtestületi váltás miatt egy kicsit átrendeztük meg, hogy áttekinthetőbb legyen a honlap. Az új honlapon, amit nagyon remélek, hogy most már januártól végre fogjuk tudni használni, már az 5 évre visszamenő jegyzőkönyvek lesznek fent. Úgyhogy ezzel nekem gyakorlatilag semmi problémám nem volt, különösebb terhet sem okoz. Úgyhogy simán befogadtam. A másik kérdés ugye a név szerinti szavazás mikéntjére vonatkozott. Most azzal együtt, hogy ezzel azért annyira nem értek egyet, mert ugye mondtam már utána a bizottsági üléseken, hogy törvényi akadálya nincsen. Általában a települések SMS-ei azok az ABC sorrendet preferálják, vagy a névsorban megjelölést, ami szintén ugye az ABC sorrend, de mivel törvényi akadálya nincsen, én ahogy képviselőasszony kértem, megpróbáltam kidolgozni a lehető legegyszerűbb módon a módszert, és akkor ez a 7-es paragrafus az, amiben a rendelettervezet 7-es paragrafusában van ez
Erről viszont kérnek külön szavazást, mert variációként nem dolgoztam bele, mert ha ez így átmegy, akkor ez a rendelettervezet gyakorlatilag így, ahogy van a képviselőtestület előtt, ugye elfogadható. Amennyiben a hetes paragrafus nem fog átmenni, akkor az a variáció él, ami az eredeti SMS-ben volt, hogy ABC sorrendben, és akkor csak az a módosítás, hogy a 46-os paragrafus kiegészül egy új 4-es bekezdéssel, ami viszont azt rögzíti, amilyen gyakorlatot eddig is követtünk, csak az SMS-ben nem jelent meg, hogy a név szerinti szavazásnak az eredményei bekerülnek a jegyzőkönyvbe. Jó, ezt eddig mi így csináltuk, de ezt az SMS nem rögzítette. Jó, és akkor ugye a 7-es és a, bocsánat, 7-es és a 8-as paragrafus akkor az, ami a... A 8-as nincsen. Nem 8-as, bocsánat, mert ez nálam nem jó papír van. 7-es paragrafusnak van egy 1-es és 2-es bekezdése. Nem találom, így van. Kereztem még, hogy egyszerűsítés legyen, akkor... De hol vannak az elletik, amiket még hoztam? Adad egy kicsit? Tessék. Az el, amit most adtál. Jó, tehát akkor mégis jól mondtam, hogy a 7-es paragrafus. És akkor annak van egy 1-es meg egy 2-es bekezdése. Ugye az 1-es bekezdése az majd csak nem ugyanaz, mint ami volt az eredetibe. Tehát itt akkor annyi módosult, hogy kikerült belőle az ABC sorrend, és bekerült az, hogy a 4-es bekezdésben szabályozott sorsolással megállapított sorrend szerint szóbeli nyilatkozattal szavaznak a képviselők a név szerinti szavazás esetén, és a kiegészül ugyanez a paragrafus egy új 4-es bekezdéssel, ami magát a sorsolást szabályozza, és az 5-ös bekezdés meg az, amit ugye mondtam, hogy akkor rögzítjük, hogy a szavazás eredménye a személyenkénti szavazatokat is tartalmazza. De azért mondnál, hogy ez milyen nehézségeket okoz a jegyzőkönyvezésnek? Már micsoda, a sorsolás? Igen, igen, igen. De... Igazából én már most, ahogy mondtam a bizottsági üléseken, én most is azt mondom, hogy nem örülök neki, mert ez egy jól bevált gyakorlat volt az ABC sorrendben való név szerinti szavazás, mert ugye erre mi előre rá tudtunk készülni, mert ahogy látszott is, ugye mostanában több név szerinti szavazás volt. Erről van egy úgynevezett külön jegyzőkönyv, amiben két kérdés van mindig egy lapon, tehát amiben külön jegyzőkönyvben fel voltak írva a nevek ugye ABC sorrendben, onnan olvastuk a neveket, mellette voltak a táblázatban a szavazatoknak megfelelő oszlopok, összesítettük, rákerült a határozatszám. Ugyanakkor a név szerinti szavazás eredményei föl voltak sorolva a jegyzőkönyvbe, és akkor ez a külön jegyzőkönyv, ez melléklete volt a jegyzőkönyvnek. Na most ezzel, hogyha sorsolás van, akkor így előre felkészülni ugye nem tudunk, mert gyakorlatilag nem tudok hozni egy kész külön jegyzőkönyvet, mert ha itt sorsolunk minden egyes névszer, vagy minden egyes ülésen a napirendek ismertetése vagy elfogadása után, aztán vagy lesz név szerinti szavazás, vagy nem. Még a sorsolás a legkevesebb, de ugye annak azért vannak adminisztrációs dolgai, mert akkor a sorsolás eredményét akkor ezen a jegyzőkönyvön rögzíteni kell. A rendes nagy jegyzőkönyvbe is a sorsolás eredményét már úgy, hogy mi lett, hogy milyen sorrend lesz, hogyha név szerinti szavazás lesz, azt rögzíteni kell. Hát gyakorlatilag dupla munka. Meg nem lesz annyira gördülékeny a menet, de... Hát most volt egy ilyen kérés, kidolgoztam, a testület szavaz. Jó, Arancsai? Hát ebben kapcsolatosan nekem azért aggályaim vannak, mert én tagja voltam annó a 14 tagú testületnek is, meg most már tagja vagyok a 7 tagúnak is, és az évek alatt azért nagyon sok, hogy mondjam, vadhajtást sikerült lefaragni a dolgokból, és... Nagyon sokszor előjött az utóbbi időben, hogy sokkal, de sokkal gördülékenyebben mennek mind a bizottsági ülések, mind a testületi ülések. És most itt jegyzőszony fölvázolta, hogy ez mivel jár, hát én biztos nem fogom megszavazni, azt tuti. Én ezt egy teljesen fölösleges dolognak tartom, és most félét is ne essék, nem minősítek semmit, csak nem tartom célszerűnek és praktikus megoldásnak.
Iskolában is volt névsor, ott is elviseltük, meg már az élet más területén is. Hát én szerintem teljesen fölösleges. Mari? Jó, köszönöm. Na most itt közben elfelejtettem, de nem felejtettem. Tehát amikor a bizottságokat választottuk, amikor a bizottságok felálltak, tehát akkor is azért volt ott némi kis katyvasz és keveredés, de működött, bár ugye titkos szavazással és sokszor kellett éppen a jegyzőkönyvet vezető hölgynek legépelni, kinyomtatni, töttörö-röttörö, de működött. Mondjuk az egy hosszú folyamat volt nyilván. Nem tudom, tehát én ezt most nem látom, hogy ez mekkora nagy keveredés, hogy most minden egyes pontnál, ahol valaki bekiabál, hogy név szerinti szavazás, akkor leállunk, és akkor... Nem, minden testületi ülés elején sorsolni kell. Igen, de oké, akkor megvan a... Nem, honnan tudod, hogy a 13 napi rendből valakinek eszébe nem jut, hogy név szerint szavazunk-e, vagy csak. Nem. Nem, arról van szó, hogy az elején... Egy pillanat. Igen. Mert akkor most a két irányba ment el a dolog. Igen, először ezen is gondolkoztam, hogy csak akkor sorsolunk, hogyha valahol a legelső alkalommal felvetődik, hogy név szerinti szavazás van. De az már ugye a képviselőtestület menetében van, lehet, hogy az utolsó előtti napirendnél, amikor mindenki fáradt, mindenki türelmetlen, mindenki haza akar menni. Na most akkor ott nekiállunk sorsolni, akkor annak a sorsolásnak ugye van egy eredménye. Ahhoz, hogy név szerinti szavazást tudjunk tartani, nekem a sorsolás eredményét a külön jegyzőkönyvre fel kell vezetni, mert nem fogjuk tudni felolvasni a neveket. A név szerinti szavazásnak az a lényege, hogy hallja mindenki a nevét, és akkor hangosan kimondja, hogy hogyan szavaz. Tehát ez a szavazási folyamatot mindenféleképpen lassítani fogja. Azt semmiképpen nem tartom célszerűnek, el is vetettem, hogy mondom, annál a napi rendnél legyen csak szavazás, akkor sokkal egyszerűbb elkezdődik a testületi ülés, megszavazza a képviselőtestület a napi rendet, és akkor utána ugyanúgy, mint a bizottságoknál a jegyzőkönyv hitelesítőt, ugye minden egyes alkalommal a bizottságok megszavazzák, akkor az elején meg kell a sorsolást csinálni, aztán vagy lesz név szerinti szavazás, vagy nem, arra az ülésre szólóan az összes név szerinti szavazásra vonatkozik, az a sorsolás. És akkor, abban az időben még van arra idő, hogy ennek az adminisztrációját én itt kézzel föl fogom írni szépen a jegyzőkönyvre, a sorsolási alapján kialakult névsor. Tehát megoldható. Nem mondtam, hogy nem oldható meg. De csak így. Tehát az biztos, hogy nem javaslom, és nem is így van ide leírva a javaslatba, hogy akkor csináljuk a sorsolást, amikor valakibe felvetődik az, hogy név szerinti szavazás legyen, mert abból káosz van, mert nem tudom, ha észrevettétek, amikor felgyorsul az ülésnek a menete, több alkalommal már szólnom kellett, hogy egy picit lassítsunk, mert ugye a határozatszámok, a jegyzőkönyvírás, az úgy nem megy. Igen, onnan merült ez föl, ugye, hogy a névsorban az utolsó, az mindig az utolsó, és az a mérleg nyelve lehet egy szavazásnál, ami nem mindig kellemes pozíció. Ugye két nagyon egyszerű megoldás van ennek a feloldására. Egyrészt a pénzügyi bizottság ülésen Nagy Zsolt bevállalja, hogy mindig ő legyen az utolsó, megszavazhatjuk. A másik, te magyarosítasz valami Amsteyerre, vagy ilyesmire, és már is az első lesz, úgyhogy. És akkor nem kell ilyen procedúra. Ha pedig így lesz, hogy jegyzőasszony javasolja, tehát hogy minden egyes ülésen előre, tehát az ülés elején lesz egy szavaz, vagy egy sorsolás, akkor ha netalántán több napirendnél is előjön az, hogy népszerinti szavazás legyen, mert valaki javasolja, akkor megint elveszti a véletlenszerűségét, mert akkor azon az ülésen abban a sorrendben szavazunk. Tehát akkor, mert az lenne véletlenszerű, hogyha minden egyes ilyen felvetődötné, viszont az meg egy őrületes, még ennél is nagyobb káosz. De én továbbra is fenntartom, hogy én nekem ez nem szimpatikus. Iszonyatosan lelassítja a dolgot. Meg kell, hogy mondjam, a Humán Bizottságon, amikor fölvetődött, akkor még tetszett is. Most már én is megrágtam. Mert kezdhetünk úgy el testületi ülést,
hogy öten vagyunk. Vagy négyen vagyunk. És ha megjön valaki. És akkor sorsolunk? Hát ők a maradékot húzzák. Ami marad. Teljesen ki kell sorsolni ilyenkor, és akkor akik nincsen itt, azok kimaradnak. Ha megjönnek, akkor benn vannak a sorsolási listába. Látszik, hogy te informatikus. Egyébként igen, mert másképp nem lehet. És aki nem jön meg, az... annak a nevét megértelemszerűen nem ekkora jelentősége nincs az egésznek, hogy ebből ekkora őt kerítsen rá, hogy a no, tehát van két variáció. Igen, nekem az így. Picit. Majd odaadom neked. Volt egy eredeti, és volt egy módosított. A módosított szól a javaslatról, hogy sorsoljuk, ez a hetes paragrafusról beszélek most. Aki támogatja ezt a módosított hetes paragrafust, kérem, szavazzon. A sorsolásos. Igen. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon. 1-2-3, igen. Ellene. 1-2, ellene. Tartózkodik. 2 tartózkodással. Nem gyűjt be, Mari, ne arra, hogy aludtam rá. 15-öt. Na most tulajdonképpen összes bizony... Egy pillanat. Köszönöm a Melindának, hogy azért megtette, amit megtehetett. Mivel mindegyik bizottság a tiszteletére vonatkozóan ellenszavazat nélkül úgy nyilatkozott, hogy ne változtassanak a tiszteletdíjon, akkor ezt nem is fogom megszavaztatni, vagy meg kell. Tehát akkor nem kell megszavaztatni. Tehát akkor az a paragrafus kiesik, és akkor csak egy 13-as marad a rendeletünkbe. A megjelentetésre vonatkozóan jegyzőasszony befogadta a javaslatot. Más módosító javaslat nem hangzott el. Ezek után én megkérdezem, hogy aki így az SMS módosítást elfogadja, kérem, módosításáról szóló rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon. 1-2-3-4-5-6-7, igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következő még egy rendeletünk van, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet, Humánbizottság. 4-1 szavazattal javasoljuk elfogadni. Településfejlesztési bizottság. 7-1 szavazattal elfogadni. Pénzügyi bizottság. 5-1 szavazattal elfogadni. Köszönöm szépen. Kérdés az anyaggal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem szavazzon. 7-1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Jó. Következő a jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatokról. Oda voltak én. Nagy vitóknál. Humánbizottság, jelentés. 5-1 javasoljuk elfogadni. Településfejlesztési. 7-1 javasoljuk. Pénzügyi bizottság. 5-1 egyhangú szavazattal elfogadás. Kérdés. Amennyiben nincs, aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatokról, kérem szavazzon. Ezt megállapítom, hogy 7-1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Jön a polgármester szóbeli beszámolója. 3 hete volt az elmúlt testületi ülés, ez nagyon rövid idő, de azzal történt egy-két dolog. November 27-én megtörtént a külső védelmi gyakorlat Pétfürdő település, szerannitrogén művek volt az áldozat, ott történt az esemény, kapitány úr jelen volt, mint friss rendőrkapitány ezen a gyakorlaton. Lezajlott az óvoda, vagy az iskolai elzárkóztatás, sikeres volt, problémamentesen megoldottuk. Ugyanez nap délután volt a rendezési tervről a rakossági fórum. Hát nem dőlt szét a terem a résztvevők létszámától, de hát azért egy páran voltunk, és kérdések is voltak, amit eljutattunk a tervezőnek. November 29-én, ez egy jó hír viszont, szerződést meg tudtuk kötni az EON-nal,
hogy ez a bizonyos hálózatcsatlakozási szerződés elfogadta a KIFKÖF, tehát a kisfeszültsége helyett a kis- és középfeszültségű hálózatcsatlakozást, és ezzel közel 1 millió forintot tudtunk megspórolni, amit ki is fizettünk, tehát ez a szerződés megkötetett. December 10-én eljutottunk odáig, hogy a bölcsőde energetikai felújítását, ugye, mint pályázati, részben pályázati pénzből csináltunk, annak az elszámolását összeraktuk úgy, ahogy az elvárás volt, és ezt be is adtuk. A végeredmény az, hogy 1 250 000 forintot kellett visszafizetnünk, mert a ennyit nem fogadnak el, hát még lehet, hogy majd még észrevételeznek, de a fel nem használt támogatás címszóval ennyit kellett az államkasszába visszafizetni. Ennyi volt az említésre méltó, amiről be tudok számolni az elmúlt 3 hét eseményeiről. Kérdés van-e? Igen? Csatlakozásnak mennyi lett végül is a végösszege? 7 millió valamennyi volt az összeg, és annak az áfája. Na, akkor belső ellenőrzési terv, településfejlesztési bizottság tárgyalta. A bizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. Pénzügyi bizottság is tárgyalta? Igen, elfogadásra javasolja a bizottság. Köszönöm. Kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 2020 évi belső ellenőrzési tervet, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadjuk. Önkormányzati közfoglalkoztatás, humánbizottság tárgyalta. Igen, szavazattal egyhangulag javasoljuk elfogadni. Településfejlesztési. 7 igen, egyhangú. Köszönöm. Pénzügyi bizottság. A bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, és a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal javasolja a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatottak részére évvégi ajándékutalvány vásárlására 15 000 forint per fő értékben biztosítson 160 000 forintot a községgazdálkodás dologi kiadásának átcsoportosításával. Köszönöm. Akkor maradjunk egyelőre az előterjesztett anyagnál. Közfoglalkoztatással kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja az előterjesztésben leírt határozati javaslatot, mely szerint 10 főre kapunk státuszt napi 6 órában 2020 évben. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A jutalom témája fölmerült a humánbizottságnál is, ezt összevontuk a pénzügyi bizottságon ehhez a témához, és tulajdonképpen ami a lényeg, hogy nem kell a tartalék kerethez hozzányúlni, mert a személyi juttatás kerete kimerült a községgazdálkodáson, de a dologéban van, tehát egy átcsoportosít is. A ajándékutalvány is személyi juttatásnak számít, mert járulék vonzata van, de a dologi átcsoportosításával ez biztosítható, és akkor nem kell a tartalék kerethez hozzányúlni. Tehát aki azzal a javaslattal, amit a pénzügyi bizottság javasol, és 150 ezer forintból kijön, meg is számoltuk. 140-ből. Jó, 140 ezer forintból is kijön. 140 ezer forint átcsoportosításra a községgazdálkodás szakvállalaton a dologi kiadásokból, jutalom céljából a december 1-én állományban lévő közmunkások számára az 7 főt jelent. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következő, Akácsa utcai forgalmi rend, településfejlesztési bizottság tárgyalta. 4 igen, 3 nem szavazattal elfogadásra javasolja az első egyes számú határozati javaslatot, és 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a kettes számú határozati javaslatot. Jó. Kérdés az anyaggal kapcsolatban van-e? Nem kérdés, hanem tessék? Vélemény is lehet? Véleményt is lehet mondani. Vélemény van. Tied a szó.
Én köszönöm. A Településfejlesztési Bizottság ülésén belekezdtem egy gondolatmenetbe, de aztán nem akartam nagyon húzni az időt. Én ott is javasoltam, és itt is kérem a képviselőtársaimat, hogy úgy néz ki, hogy beléptünk, vagy hát belelépünk egy ugyanolyan pocsolyába, amiben már egyszer-kétszer sikerült belépnünk, és nem feltétlenül azért, mert rossz döntést hoztunk, hanem azért, mert annyira segíteni szerettünk volna mindig azoknak, akik az igényeikkel hozzánk fordultak. Lásd a Pékség melletti parkolási problémát, vagy lásd például a Liszt-Ferenc utcába, ugye azt a szervizút kialakítást, és akkor mindig jött az aláírásgyűjtés, vonjuk vissza, de ez kicsit hasonlít erre a helyzetre. És én azt szeretném kérni, hogy bár úgy tudom, hogy a táblák beszerzése az megtörtént, de a kihelyezése még nem, ugye? Nem, ezt fölfüggesztettük addig, amíg nem döntött este. Én azt szeretném kérni, hogy a képviselőtestet lépjen vele ugyanebbe a pocsolyába, és ne helyezzük ki ezeket a táblákat egyelőre. Nagyon sokan megkerestek engem is. Túloztam, 4 vagy 5 megkerestek, hogy ne csináljuk ezt, mert az iskolából hazaérkezés egyebek egyébként, ezek az érvek elhangzottak az ülésen, és komoly problémát okoz, például az autóból kiszállás. Egyebek. De megállni lehet? Nem, csak várakozni. Hát attól függ ki, hol lakik, meg attól függ, hogy van-e szabad parkolóhely a ház környékén. Tehát ez nem olyan egyértelmű dolog ez. Tehát azt szeretném kérni, hogy a tábla ne legyen kihelyezve. Ugyanakkor megoldást találni kell arra. Nagyon-nagyon nehéz lesz, ugyanis ez nem árulok el titkot, egyszerű fizika, tehát ott az Akácfa utcában a parkolási terület az annyi, amennyit a Jóisten nekünk oda szánt. Tehát igazából ott nagyon sok mindent kezdeni nem lehet. Itt a múltkor említettem ugyan, hogy egyirányosítással, egy kicsit talán megszélesítve a zöldővezet elcsípésével lehet, hogy van értelme ilyeneken gondolkodni, de én nem akarok most megoldást erre ajánlani, de azt arra viszont szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy az egész településre vonatkozóan egy ilyen átfogó parkolási felülvizsgálatot azt készítsünk el, és addig, amíg ez nincsen kész, addig ne nyúlkáljunk bele ilyen ügyekbe, mert tartok tőle, hogy ugyanez lesz. Hogy kirakjuk, leszedetik, aztán jönnek megint, hogy rakjuk vissza, és ez egy nem csak ránk nem vett jó fényt, hanem ez annyi bosszúságot jelent az ott élőknek, hogy ez szerintem nem éri meg. Én azt javaslom, hogy ezt a táblákat ne tegyük ki, és foglalkozzunk ezzel. Eszembe jutott még valami, amit a Településfejlesztési Bizottság ugye említettem, hogy én is ilyenben gondolkodom. Tehát az első javaslat az, igen, hogy vonjuk vissza a múltkori határozat. Így van, ez az első javaslat, a másik pedig az majd erre a felülvizsgálatra, vagy erre a javaslatra vonatkozóan, hogy ugye más országokban tőlünk nyugatabbra, sőt, hála Istennek itt Magyarországon is több helyen látjuk már, hogy úgy oldanak meg ilyen jellegű utcákban parkolási problémákat, hogy mindenki a saját telkén alakítja ki a saját parkolóját. És én azt gondolom, tessék? Igen. Ez kellene. Ez kellene. És hogy ebbe az irányba kellene valamilyen módon motiválni, vagy kísérgetni azokban az utcákban az ott élő polgártársainkat, akiknél ez igazán nagy problémát okoz, az Akácfa utca ilyen. És én olyanra is gondoltam, hogy adott esetben, hogyha az a lakó, aki felvállalná, hogy a kerítését, azt a részét úgy átalakítja, hogy ott parkolóhely létesülhet saját maga számára, esetleg a szomszédja számára is, ha 2 autó befér, de nyilván ez a részletkérdés, akkor azt a részt például az önkormányzat letérkövezhetné. Tehát, hogy ebbe az irányba el tudjunk mozdulni az ilyen területeken, de erre térjünk vissza, ha gondoljátok, én szívesen válok ezzel kapcsolatban előkészítő munkát, indítványt valakivel, aki társulni szeretne szívesen, de ne tegyük ki most a táblákat. Jó, tehát ez a kérdéset, hogy vonjuk, igen, vissza az a javaslatot, igen? Parancsolj! Én tökéletesen megértem Norbit, hiszen ugyanekkora dilemmát okozott nekem is ez a probléma, de ugye egy mondatotba belekapaszkodva, hogy mekkora kellemetlenséget okozunk az ottani lakóknak. Igen, ám, de azt a figyelmembe ajánlom, mert biztos nem került el a figyelmedet, bocsánat, hogy a megkeresés meg a lakóknak a másik részétől jött, akiknek meg pont ez a helyzet okoz problémát. Tehát abszolút nem tudunk, hogyan mondjam, mindenkinek kedvező döntést hozni. Valahogy azért súlyozni kellett ezt a dolgot, és én azt látom most, hogyha ezt a táblát most kitesszük,
és van egy másik határozati javaslatunk, amiben ugye felülvizsgáljuk a közlekedési koncepciót. Lehet, hogy ez a 6 hónap valamilyen szintű képet majd fog alkotni erről, hogy az most egy jó döntés volt, vagy sem. Nyilván persze lesz visszhangja, stb., de június 30-áig megnézzük ezt a közlekedési koncepciót, hát ha lesz valami, lehet, hogy az a megoldás, amit most hozunk, lehet, hogy megváltoztatjuk, de nagyon sokszor elmondtam már, hogy itt a közlekedési részeknél egy-egy utcába belenyúlva igazából nem tudsz jó megoldást hozni, hiszen minden egyes döntés az egész közlekedésbe más utcákat figyelembe véve biztos, hogy hatással van, tehát az egészet kompletten kell vizsgálni, rendszerként kell vizsgálni, úgyhogy azért tartom jónak a második határozati javaslatot, hogy azt mindenképpen a jövő év elején meg kell csinálni. Nehéz szívvel, de valami felé el kellett mennem, és én inkább azt javasolnám, hogy igenis tegyük most ki, és majd júniusban meglátjuk, hogy mi lesz, mit hoz a vizsgálat eredménye. Feri? Amikor ezt a várakozni tilos tábla kihelyezést 3 héttel ezelőtt megszavaztuk, még én se tartottam rossz ötletnek, de én sokat gondolkodtam rajta, és most arra jutottam, hogy tiltással nem oldunk meg semmit. Ez egyfajta tiltás, és ez egy nagyon egyszerű módszernek tűnik, hogy kitesszük, megállni tilos, vagy várakozni tilos, és kész, akkor már rendben van minden. Nincs rendben. Arra az útszakaszra szüksége van az ott lakóknak, tehát ott is kell, hogy álljanak, mert egyébként nem férnek el. Tehát rosszabb lent van a helyzet. Tehát tiltással nem tudjuk megoldani. Egyet értek a Norbival tökéletesen, hogy egyéb megoldásokat kell alkalmazni. Az is benne van, hogy parkolóhely kialakítás, az is benne van mindenek előtt, hogy mindenki próbáljon az udvarára beállni. Erre vonatkozóan azt hiszem meg fog jelenni a Pétfürdői Krónikában, Kati, meg fog jelenni? A felhívás, amit beküldtünk? Ugye? De megkaptátok, nem? Nem tudod, miről van szó? Jó. Oké, okay, na, tehát meg fog jelenni egy felhívás, amivel megbíztatok engem 3 héttel ezelőtt, és meg fog jelenni egy felhívás, hogy egyrészt a hótakarítási szezonra való tekintettel, másrészt meg a parkolási gondok megoldására, Pétfürdő Nagyközség képviselőtestülete arra kéri a lakosságot, hogy lehetőleg mindenki a saját telkén parkoljon, illetve a lakótelepen, akinek garázsa van, az vigye be a garázsába az autót. Mert ott is parkolási gondok vannak, kevés a parkoló. Tehát tényleg egy belátás kellene a lakosságnál, hogy álljanak be. Kényelmes dolog kínálni, reggel csak beteszem a seggem, aztán már indulhatok is. Bocsánat, nem kell kaput nyitni, nem kell kaput zárni, de nem jó az. Tehát így forgalmi parkolási gondokat okoz. Ezek itt egyébként ebbe az utcában ugye nem volt ilyen gond. Hát nem volt ilyen gond, mert kevesebb autó volt, meg két lakos fordult végül is panasszal, ugye, hogy nem tud kiállni. Én még azt is el tudom képzelni, hogy egy egyeztető tárgyalást az érintettek között összehívnánk, mondjuk ide, jöjjön el kell, akik bejelentést tettek, akiket ez kellemetlenül érint, mert biztos vagyok benne, hogyha értelmesen megbeszélik a dolgot, akkor nem kell kitenni ezt a várakozni tilos táblát, hanem meg lehet úgy oldani, hogy a hölgy ki tudjon állni, ki tudjon kanyarodni, és mehet minden úgy tovább, ahogy eddig. Köszönöm, jegyzőasszony. Az, hogy ketten jöttek be, az azt jelenti, hogy azon az oldalon 2 embernek van problémája, sokkal többnek van, de azok nem jöttek be. Ebből az egyik, aki bejött, ő nem is azon az oldalon lakik, hanem ő pontosan a családi, vagy a kisházas oldalon lakik, de ő attól nem tud kijönni a saját garázsából, amit ő használna, mert azon az oldalon, ahol most ugye tervezők tiltani a várakozást, állnak azok az autósok, akik szintén az Akácfa kisházas oldalán levő lakók. De nem a kapuja előtt állnak. Az egy dolog, hogy nem a kapuja előtt állnak, hanem állnak végig sorba az úton, és az autójával nem tud kifordulni a saját garázsából. Tehát
nem tudja az ívet. Így van. Azért kell leülni ott az érintettekkel is. A saját szomszédainak vannak úgy gépjárművei, több is egy-egy családnál, ami nem tilos, és azok állnak azon az oldalon. Na most, ha képviselő úrnak is a igaza van, neked is igazad van, de én azt gondolom, hogy a páros oldalon lakóknak is igazuk van, akik viszont a saját házukhoz szeretnének beállni, a saját házuktól szeretnének kiállni, ami nehézkes, hogyha végigállják mondjuk kis busszal az egész utcát, amiből nem látnak ki. Pillanat, Zsolti, aztán... Amiért aztán végül is inkább azt támogatnám, hogy helyezzük ki, az pontosan az, amit a tiltótáblát, az pontosan az, hogy több mindenkit érint az a kellemetlenség, amiért most ott parkolnak az autók, és amiért gyakorlatilag ezt a döntést hoztuk, mint az, akinek az okoz majd kellemetlenséget, ha kint lesz a tiltótábla. Tehát jelen állás szerint most többeknek okoz gondot, hogy ott állnak a parkolóautók, mint az, ami majd esetleg ennek a folyamánya lesz a tábla kihelyezésnek, akinek az lett probléma. Én meghoztuk ezt a döntést csütörtökön, az előző testületi ülésen. Pénteken már ott voltunk Béni Norbert képviselőtársammal, meghallgattuk az ott lakók véleményét, amit tudtunk, megnéztünk. Én szeretem az őszinte beszédet, azért egy-két dolgot azért felvetnék. Nem normális dolog szerintem az, hogy egy vállalkozó, ami érthető ugyan, hogy egy autószer vállalkozó saját telkén belül nem tudja megoldani, vagy telephelyén belül, és elég sok részt elfoglal a közterületből parkolásra a kuncsaftjaival. Ugyanakkor 15-20 méterrel följebb van egy olyan terület, ahol azért nyugodtan tud parkolni. Az sem, ugye minden lakó elmondta ott a véleményét, és majdnem még meg is győződtem én is arról, hogy tényleg valamit nagyon elszúrtunk, és fatális rossz döntést hoztunk, de amikor vége lett ennek a beszélgetésnek, akkor azok az emberek, akik ott nagy egyetértésbe eltereltek minket abba az irányba, hogy rossz döntést hoztunk, aztán szépen egyesével felhívtak, és elmondták, hogy főleg ugye a baloldaliak, hogy jó nekik ez az állapot. Csak ott nem akartak konfrontálódni a szomszédokkal. Melyik állapot, amit hoz az új? Amit az új rendelet, igen. Nem akartak konfrontálódni a szomszédokkal. Az biztos, és ezt ugye beszéltük a településfejlesztési bizottságban is, hogy oda valamiféle parkolási lehetőséget már a vendégeknek rövid távon meg kell oldani. És a másik dolog, hogy vannak olyan ott lakók, akinek 4 autója van, abban egyszer nem tudok, tehát a 4 autót vesz valaki úgy, hogy nem tudja, hogy tud beállni, vagy megállni a saját területén, ebben nem tudok mit kezdeni. Persze jobb világot élünk, több autója van az embereknek, hála jó Istennek van, akinek 2 is, de megvan oldva a parkolásuk, csak van egy kényelmi szempont. Tehát nem akarnak, befüvesítettek olyan részt, ugye, ami szorgalmi út, és nem akarnak rámenni már a füvükre, meg az ásványvízzel nem akarnak menni 20-30 métert. Szóval én úgy gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, nem szabad belemenni ebbe a játékba. És igenis jó döntést hoztunk, és én támogatni fogom a továbbiakban is, azzal a feltétellel, vagy hát azt is megjegyezze, hogy előbb-utóbb oda kell egy komolyabb parkolási dolgot. Nagyon sokat gondolkodtunk, tehát az is felmerült, hogy esetleg ideglenesen, mint a főső szakaszban egy órás várakozást megengedjünk. Béni Norbert képviselőtársamnak volt ez a beszélgetésünkben a javaslata. Nem rossz, csak nem tudunk ott állni, hogy tényleg egy órát fog-e ott állni. Tehát visszaélésekre adhatok. Én azt mondom, hogy ki kell dolgozni koncepciót egész Pétfürdőre vonatkozólag. Nézzük meg, hogy működik ez. Nézzük meg, mert hát ha ez a rész magától beáll,
és ha még akkor mindig akkora fatális helyzetek lesznek, akkor térjünk vissza rá. Ugyanis egy tábla felrakása, a levétele azért nem egy olyan hatalmas költség, de én jelen pillanatban úgy gondolom, hogy 4-5 ember pozitív, tehát ha változtatnánk, visszaállítanánk az eredeti állapotot, az kb. 30 emberre szúrnánk ki. És azért itt nem jók a számok. Köszönöm. Zsolti, utolsó aztán. Mondanék egyetlen gondolat, hogy a kiberakodást a várakozni tilos tábla nem tiltja. Arra az időszakra, amíg a boltból összeszedett, vagy a megvásárolt dolgokat valaki be akarja vinni a lakásába, az nem tiltja a várakozni tilos tábla. Még ki fogja ellenőrizni? Bocsánat. Vagy hogy ki fogja ellenőrizni? Hát ki fogja. Ott van a... Igen? A pékségnél is ott van. Azt mindenki vastagon tesz rá. Senki nem ellenőrzi. Egyetlen büntető csak nem került ki. Ebbe az utcába ki fogja ezt ellen. Ott fog egész nap lézengeni majd a közterület felügyelő az Akácfa utcába, hogy mikor lépi valaki túl azt az ötpe, vagy hogyan gondoljuk ezt megvalósítani. Ez jó néz ki, hogy lesz ott egy tábla. De maga a kivitelezés, meg a működtetés ennek a felállásnak, az nem tudom, hogy fog működni. Máshol sincsenek ott mindig a rendőrök. Bocsánat, jegyzőasszonyi a szó. Igen, tehát ahhoz, hogy valamiféleképpen fellépni lehessen, ahhoz valami tilalmi rendszert ki kell találni. Tehát, hogyha most ezt a képviselőtestület ezt a döntést meghozta, ez a döntés megmarad, kikerülnek a táblák. Igenis, hogy addig, amíg a rendet meg nem szokják, ki fognak járni a közterületfelügyelők. Na most az 5 percet, ugye a várakozni tilos tábla hatájánál ki bepakolsz, és akkor elmész. Az 5 percet is ki lehet várni egyébként, de ugye ott azt hiszem úgy van pontosan a szabály, hogy bent kell ülni az autóba. Senki nem állhat meg a saját ház előtt. De, megállni lehet. Hát addig, amíg kiszáll, a családi házas övezetnél lakók, azok nem állhatnak meg, mert ők, nekik van felhajtójuk, van udvaruk, ők be tudnak oda állni. Ez volt a probléma gyökere, hogy onnan nem tudnak kijönni, oda nem tudnak bemenni, mert végigállják mások autói az egész utcát. Nézzük, a másik oldalon, akik laknak a társasházakba, azok a saját oldalukon megállhatnak, mert csak az egyik oldalon tiltja a tábla a parkolást. Tehát ők azon az oldalon megállhatnak. Az utca közlekedésének a szempontjából is sokkal jobb lesz, mert nem szalomozva kell közlekedni az utcán. Több ízben kint voltam a közterület felügyelőkkel, amióta ez a probléma fönt van. Én azt gondolom, hogy és igen, ki fognak járni, rendőrkapitány úrral, hogyha le fogunk ülni, ugye a másik határozati javaslat az, ahogy megszületett egyébként, más ügyből kifolyólag pont beszéltem az Ékány úrral, és akkor rákérdeztem, hogy a rendőrség ebben nekünk tud-e segítséget nyújtani. Nagyon szívesen veszik, nagyon örülnek neki, nagyon jó ötleteket is adott egyébként arra vonatkozóan, hogy hogyan mérjük fel egyáltalán azt, hogy Pétfürdőn mik a közlekedési szokások. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba mindenféleképpen el kell menni. Nem így. Marbi? Hát. Én mégiscsak javasolnám ezt az 1 órás türelmi időszakot, de csak egy táblára az Esküly és az Akácfa kereszteződésére. Tehát az első táblára. Igen. Mégpedig azért, mert a föntebbi részeken ott az Ifjúság utcába tud parkolni a ház tulajdonosa. Ugye jól emlékszem, ott 2 utcájuk van. Akácfa utcára nyílik az egyik, és az Ifjúság utca van a másik oldalon. Viszont a Löskői utca és az Ifjúság úti kihajtó közti részen a házak mögött erdő van, tehát ott sehol nem tudnak megállni a ház mögött. Szolgálmi úton pedig, hát ott vagy áll autó, vagy nem, vagy be tud állni, vagy nem. Most, ha csak haza megy valamiért, és az eltart nem 5 percig, és egyedül megy haza, és kiszáll a kocsiából, onnantól büntethető lesz az illető. Parancsolj. Csak egy kis segítség. A várakozni tilos tábla hatálya alatt megszabad állni, de csak a be- és kiszálláshoz szükséges ideig,
a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig. Tehát itt gyakorlatilag, hogyha két óráig rakodsz folyamatosan, akkor is megállhatsz, nincs 5 perc. És egyéb okból legfeljebb 5 percig, amennyiben a vezető a járműnél marad. Tehát fölösleges az egy órát kirakni. Teljesen fölösleges. A rakodási célból akar valaki megállni, akkor ha 5 órát rakodik, akkor is megállhat. Az is várakozás. Tehát ha megállok, és kinyitom vagy az a is megállásnak minősítés. És 5 órán keresztül nyitva van a kocsi hátulja, akkor állhat. Jó, hát nyilván kiskapu, hogyha valaki így akarja, akkor meg tudja tenni. De az egy órát azt nem fogod tudni mérni. Volt annak idején, emlékszem rá, amikor volt már erről diskurzus, Feri azt javasolta, hogy legyen 12 órás várakozás. Hát annak is adtunk volna egy pofont annak a bizonyosnak, mert hogyha valaki este 10 órakor megáll, az reggel 10, vagy onnan számozti, honnan méred a 12 órát? Nincsen parkolóra, nincsen olyan, ami miatt, tehát amiről lehet ezt mérni. Én szerintem, hogyha mindenki ismeri a táblának a jelentését, akkor ebből igazából probléma nem lehet. Utolsó szó, aztán szavazunk. Nagyon röviden mondom. Nem csak az a gond, hogy nem szeretnek beállni a telekre az emberek, hanem nagyon sok esetben valamilyen ok miatt nem is tud beállni, mert lehet, hogy két kocsia van és csak egy férve, vagy nincs is kialakítva a beállási lehetőség. Én azt mondom, addig nem lehet tiltani, amíg nem biztosítunk lehetőséget a parkolásra. Tehát a Akácfa utca és az Ifjúság utca összekötő út mentén alakítsunk ki egy parkolót 20-30 gépkocsira, és ha ez megvan, akkor már kiterted a megállni tilos, várakozni tilos táblát, mert van hova mennie, akkor várakozzon ott. Parkolóban. Nem voltál település fejlesztésében? Igen. Nem voltam. Ugyanezt mondtam. Pedig nem beszéltünk össze. Most már a kerítés mellett, a sarokháznán kerítés mellett, már most is ott parkol, gondolom megegyezéssel az autómentő, a vállalkozónak az autómentője. Volna ott még lehetőség kialakítani, csak ott az volt az ellenérv, hogy nehogy már mi alakítsunk ki parkolót. Hát miért nem áll? Hát én is ugyanezt mondtam. De addig nem tilthatunk, amíg is felelőzni. Szemetelést nyitjuk, azt nincs temetes, hogy hova jelent. Per pillanat, maradjunk a témánál. Tábláknál maradunk meg az előterjesztésnél. Az előterjesztésben van két határozati javaslat. Az egyik arról szól, hogy a 351/2019. november 21-i határozatunkon nem kívánunk változtatni, de erre jött egy módosító javaslat, ami úgy szólt, hogy vonjuk vissza ezt a 351/2019. november 21-i határozatunkat. Aki ezzel egyetért... De most melyiket kérdezed? Az egyes számú határozatról beszélek. Az eredeti előterjesztésben... Csak a végét mondjad, hogy most mire teszed fel a szavazást. Arra a módosító javaslatra, amit a Norbi mondott, hogy vonjuk vissza a novemberbe hozott határozatunkat. Jó, ez ennek a nemje tulajdonképpen. Igen, de... Nem módosító, de az... ennek a nemje. Ugye? Igen. Tehát ha azt mondja, hogy ne szavazzuk meg, akkor az nem módosító javaslat. De nem. Hát ha most ezt a határozati javaslatot nem támogatod, akkor utána célszerű visszavonni akkor azt vissza a határozati javaslatot. Mert vissza kell vonni, nem? Mert a levegőben nem lóghat. Mert most akkor hozta egy határozati javaslatot, most meg nem támogatod Ha nem kíván változtatni. Változtatást, akkor van egy kis anomália. De mindegy, úgy is megszavazhatunk. Tehát tulajdonképpen a lényege az, a módosító javaslatnak, hogy vonjuk vissza a 351/2019. november 21-i határozatunkat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 2 igen, ellene, 1 ellene, tartózkodás, és 4 tartózkodásra nem vonjuk vissza. Akkor van az egyes számú határozati javaslat, hogy nem kívánunk változtatni. De egy pillanat, először a táblákba döntsünk, és akkor utána döntünk, hogy mi lesz aláírva, jó? Tehát az egyes számú határozati javaslat arról szól, hogy a múltkor meghozott döntésünkön nem kívánunk változtatni. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5 igen, ellene, és 2 ellenszavazattal ezt elfogadtuk. Ehhez kapcsolódóan
van egy javaslat, hogy az Öskülyi út elejére kirakott várakozni tilos táblára legyen az egy órás időintervallum megjelenítve. Kiegészítő tábla. Aki az egy órás kiegészítő táblát támogatja, szavazzon. 1, 2, 3, 4 igen, ellene, 2 ellene, tartózkodik, 1 tartózkodással. Tehát lesz egy egyórás kiegészítő tábla. Tulajdonképpen ezzel most átadjuk a parkolást, így van. Senki nem tudja ellenőrizni egy órát. Én azért szavaztam, tulajdonképpen azt készítem. Jó, van egy kettes számú határozati javaslatunk, mely szerint... Igen, pontosan. Így van. Tehát kettes számú határozati javaslat, ez a 22-es, vagy a Gordiuszi csomó, vagy mit tudom én. Tehát közlekedési koncepciót készítünk a rendőrkapitányság segítségével, meg közlekedési szakértő bevonásával június 30-ig. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el. Én. Hát mikor is mi vittük be a hajzét, közlekedési koncepció. Elsőt még én csináltam. No, következő. Napirendünk Sajtos István és felesége lakásbérleti ügye. Javaslat. Én a 15 000 forintot javaslom továbbra is, azzal a kiegészítéssel, ami van, hogy minden évben a infláció mértékével automatikusan növeljük. Más javaslat? Többieknek is ennyi. Jó? Aki egyetért a határozati javaslata, hogy 15 000 forint per hó plusz rezsiköltség, és évente az infláció mértékével növekszik, kérem szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadjuk. Mostan környezeti állapot, Kumán Bizottság. Megvan, 5 igennel egyhangulag javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Településfejlesztési Bizottság? 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 7 igen, 1 hangú szavazattal javasolja a képviselő testületnek, hogy lépjen kapcsolatba a Hanzmann ZRT-vel és kezdeményezzen tárgyalást a szakhatás megszüntetése érdekében. 7 igen, 1 hangú szavazattal javasolja a képviselő testületnek, hogy kérje meg a Hanzmann ZRT-t, hogy biztosítson egy lehetőséget az üzem bejárására a testület által megbízott személyek részére. Jó, pénzügyi bizottság. Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadás javasolja a határozati javaslatot. Jó, köszönöm szépen. Anyaggal kapcsolatban. Észrevétel javaslat. A szagra majd visszatérünk utána. Nincs? Akkor aki elfogadja a környezeti állapotból szóló beszámolót, kérem szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül. És akkor itt a Hanzmannal kapcsolatban volt 2 javaslat. Az egyik az, hogy kapcsolatba lépni a Hanzmannval és tárgyalást kezdeményezni a szakhatás megszűnése érdekében. A másik pedig... Szerintem, nem tudom, a Településfejlesztési Bizottságon többen jeleztük, hogy ezt a kettőt egybe kéne vonni. Mert pont a tárgyalásokon lehet kezdeményezni a bejárás indítását. Ha tárgyalás van, akkor lehet. Nem külön, na mindegy, hát így van a határozati javaslat. Aki egyetért azzal, hogy kapcsolatba lépni a Hanzmannal és tárgyalást kezdeményezni a szakhatás megszüntetése érdekében, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
És a második határozat az, hogy a képviselőtestület kérje meg a Hansmann Zrt., mert egyébként nem teljesen így volt, hogy mi az, hogy testület által megbízott személy vagy személyek részére a bejárás biztosítása. Valahogy nem, ez nem így volt. Itt arról volt, hogy írjunk egy levelet a Hansmann Zrt.-nek, én fölírtam a bizottsági ülésen, és kérjük, hogy adjon lehetőséget a képviselőtestületnek, hogy az üzemet bejárhassa. Itt erről szólt a bizottságon szerintem. Ugye? Erről. Én emlékeim szerint meg én ezt is írtam föl. Na, akkor így teszem föl, mert ez volt a szándék. Aki ezzel egyetért, hogy levélben kérjük meg a Hansmannt, hogy a testület részére adjon lehetőséget az üzemi bejárása, kérem szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen. Jó. Ellenszavazat nélkül. Oké. Következő önálló képviselői indítvány. Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. 7 igen, egyhangú szavazattal javasolja, hogy a képviselő testület kérje ki szakhatóság véleményét arról, hogy a temető utcát az Ifjúság utcával összekötő bekötő úton az egyirányú forgalmi irány megváltoztatható-e? Változatlanul fenntartják az előterjesztők az előterjesztést? Mert akkor kénytelen leszek törvénytelen határozati javaslatról szavaztatni. Az egyes számú határozatot azt visszahoznak egyzőasszony észrevételére való tekintettel. De ugyanez vonatkozik a kettesre is. Ugyanez vonatkozik a kettesre is. Azért jó a Településfejlesztési Bizottság határozati javaslata, hogy nézzük meg, hogy van-e lehetőség a kettes számú határozati javaslat végrehajtására. Tehát... Oké, hát értem szerintem, abból egészítjük ki, amire van törvényességi, tehát nekem ez nem olyan kínai. Jó. Jó, akkor visszavonják. De ez a határozatotok él. Tehát ezt én fölteszem, ezt a Településfejlesztési Bizottsági javaslatot, mert ez a kiút. Pont, igen, igen. Jó, az ez a kiút. Tehát akkor nem szeretnék várni egy évet, míg valami lesz jó, ebből, tehát jó. Hosszú idő. Jó, tehát akkor az előterjesztésben a határozatokat nem teszem föl, hanem a Településfejlesztési Bizottságon megfogalmazottat teszem föl szavazásra, hogy kérjük föl a szakhatóságot, tehát kérjünk véleményt a szakhatóságtól, hogy megváltoztatható-e ennek az utcának a forgalmi iránya. Aki ezzel egyet... Iránya? Igen, mert két irányú nem lehet, mert a szélessége nincs, mert semmiképpen nem lehet. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Köszönöm. Sürgősségi. Házi gyermekorvosi praxis betöltésével kapcsolatos intézkedések. Két határozat már. Jegyzőasszony, mint előkészítő, zanzásítva elmondaná, de hogy miről szól? Hát maga az előterjesztés, az nagyon röviden ugye annyi, hogy próbálkoztunk ugye az előző, vagyis hát egész évben próbálkoztunk a hirdetéssel, hát sajnálatos módon a hirdetésre ugye csak egy jelentkező volt, az konkrétan a hirdetésre jelentkezett, de ahogy írtam az előterjesztésbe, ő is aztán visszalépett, maga az esemény az örvendetes nekik, és így ezzel a költözési szándékuk az, hogy az ország nyugati felébe költöznek, ez így akkor most elmaradt, mert határozottan mondta a doktornő, hogy ő hosszabb távon babázni szeretne, tehát így akkor a családi tanács úgy döntött, hogy akkor ebben mégsem vágnak bele. Hát egyéb még csak érdeklődése volt egyéb szinten, úgyhogy így akkor én azt gondolom, hogy egy fél évre a doktorokkal a hosszabbítást ugyanebben a menetrendben, ahogy most a második fél évben volt, akkor ezt meg kéne csinálni. A határidő az azért van ilyen rövidre szabva, hogy megküldjük a hatóságoknak, ugye, hogy a januári működés akkor az már zavartalan legyen. És akkor a második határozati javaslat ugye meg arról szól, hogy akkor ismételten hirdetjük az állást. Talán két sorral egészítettem ki az előző hirdetést.
Annyival, hogy belekerült az, hogy ez egy tartósan betöltetlen körzetnek minősül már, ami azt jelenti, hogyha a NEA kérja a pályázatot, akkor a tartósan betöltetlen körzetre letelepedési támogatást kaphat az, aki ilyen körzetbe eljön, akár közalkalmazottként, akár vállalkozó orvosként dolgozni. Már beleírtam azt, hogy hol kívánjuk meghirdetni a zárláshirdetést a KSK honlapon kívül. Végül is a mi hirdetést a doktornő, akinek felkeltette az érdeklődését, az szintén az egyetem szakképzési hirdetésén talált rá a hirdetésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a célra vezető hely, meg hát azért különböző szakoldalak, meg szaklapok. A KSK az nem annyira működik, de ott meg kötelező meghirdetni. Meg az országos orvosi honlapon is. Ja, kérdés? Parancsolj! A szerződéssel kapcsolatban, újra kötött szerződéssel kapcsolatban, én azt nem értem, vagy nem teljesen világos, hogy az egyes pontban miért kell olyan részletesen taglalni, hogy tavaly decemberben a Resmed visszalépett. Miközben annak már most a mostani helyzet? Azért, mert ugye van egy előzményhelyzet, meg ugye ez a szerződésmódosítás ez tulajdonképpen nem csak nekünk szól, hanem az utókornak is. Tehát mindig meg kell érteni annak, hogy amikor egy olyan szerződésmódosítás van, amiben módosítasz, jelen esetben egy pontot kitolod a határidőt még 6 hónappal, akkor tudni kell, hogy miért és miről van szó, és miért ezek az orvosok vannak benne. Ennek egyébként a legjobb példája az, hogy június körül hívott fel a NEAK-tól a kolléganő, valamilyen ügyből kifolyólag, és neki akkor tűnt föl, hogy ez a változás itt volt, pedig az már a második ugye módosítás volt. Tehát azt, mikor megkapta, akkor tűnt föl neki, hogy jé, nem a Rezs doktornő dolgozik, hanem a Merényi. Na de hát ez már a 19-es évben nem. Igen. Nem életbe se lépett soha az igen. A Rezs. Nem, ez így van. És akkor az jogérzékem szerint azt nem kéne beírnia. Az már így tegnap előtti állapot. Én azt gondolom, hogy a papír az elbír mindent. És tulajdonképpen ugye az eredeti szerződés az a Rezs doktornővel volt megkötve. Az annak már volt egy egyes módosítás. Tehát az csak egy módosítás. Mindegy, az egy egyes módosítás volt. Az van leírva. És együtt él az összes módosítással az alapszerződés. No. Igen? Egy olyan kérdésem lenne, hogy a pályázati felhívásban nem lehetne beletenni azt, hogy mint ahogy a másik többi orvos is, ahogy a magánorvosi praxist is rá is használhatja a rendelőt. Hát ha. Mert plusz végül. Igen. Nem sok, de valamennyi plusz. Hogy azt látja, de aki jelentkezik, esetleg nem tudja, hogy na de ha valaki alapból magánorvosként tehát magánpraxisba jelentkezik, akkor eleve használja nem. A rendelőt, mert magánpraxisba használja. Aki magánpraxisba akar jelentkezni, az csak addig fog itt körzeti, vagy sőt, lehet, hogy nem is sok sem eddig se közalkalmazottként dolgozni, mert akkor addig lehet megint hosszabbítani a jelenlegiekkel, mert ugye, hogyha valaki úgy dönt, hogy jön magánpraxisba, annak valahol csak fel kell mondani, tehát van egy felmondási ideje, ahhoz, hogy valaki magánpraxisba elvigye a körzetet, ugye kell kötni egy előszerződést a képviselőtestülettel. Az előszerződés birtokában fogja tudni intézni a NEAK-nál, meg mindenhol a cégbíróságon, mindenhol a bejelentéseit. Úgyhogy, de az előszerződés időtartamában már itt dolgozhat, de ugye akkor értelemszerűen még csak közalkalmazottként, mert még nincs. Tehát gyakorlatilag ennek beleírhatjuk, mert mint ahogy az előbb is mondtam, a papír mindent elbír, csak értelme nem nagyon sok van. Mert egyébként aztán meg közalkalmazottként, ez meg utólag egy megállapodás kérdése, hogy egyáltalán akar-e. Köszönöm.
De nyugodtan lehet hozzá bármilyen javaslat, mert én ettől többet már nem tudtam kitalálni, mert ugye alapból már tavaly óta bent volt az, hogy ha szüksége van lakásra, akkor vagy lakást, vagy családi házat biztosít az önkormányzat. Az asszisztencia biztosítva van, tehát semmilyenről nem kell gondoskodnia. Jó. Nem, abszolút nincsenek. Tehát egyszerűen még a képzelő erőm se akkora, hogy el tudjam gondolni, hogy honnan lehet ide gyerekorvost nem hozni. Nem kellene egy hirdetést Kolozsváron is felett? Ott is orvos hiány van már Romániában is. Van, mert eljöttek. Aki el akart, az már eljött. Miben? Szerbünk. Egyes számú határozati javaslat, ez a szerződés módosításról szól. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, 7 igen. Kettes számú határozati javaslat, a pályázati kiírásról szól. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, 7 igen. Az előző is 7 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül volt. Kettes számos. Tájékoztató. Beruházások, felújítások, kérdés. Amennyiben nincs, akkor vegyes ügyek, a Román Bizottságnak volt. Igen, volt egy. Most tettem el a papírt. Nincs volt ez. Itt van a... Ja igen, a közösségi állnak a... Mindjárt olvasom. A Humán Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő testületnek, hogy a közösségi ház és könyvtár részére a Péti Nyár zenei fellépőinek előleg igényének kifizetésére helyezzen céltartalékba 2 millió forintot. Köszönöm, pénzügyi bizottság. Már volt egy kisebbségi vélemény, ezzel kapcsolatosan 2 igen, 2 nem szavazattal egy tartózkodás mellett nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a képviselőtestület a közösségi ház részére Péti Nyár zenei fellépőinek előleg igényének kifizetésére biztosítson a dologi kiadásokba 1 millió forintot. Az ellenben a bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal javasolja a képviselőtestületnek, hogy 2 millió forintot biztosítson az előbbi dologban az általános tartalék terhére. Köszönöm. Kati, tiéd a szó. Polgármester asszony és tisztelt képviselőtestület, én ilyet nem szoktam csinálni, mert szépen szeretek kereken és szabadon beszélni, de most leírtam a mondandómat, és szeretném felolvasni. Ha megengeditek, ez másfél, jó, csak kicsit hangosabban kapja. Igyekszem, jó, akkor felolvasom, jó? Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület! Azért írtam le, és szeretném felolvasni a mondandómat, mert semmit nem szeretnék kihagyni, és ezt a szöveget saját magamnak is szeretném megőrizni. Előjáróban egy-két olyan tényt szeretnék ismertetni, ami a testületi tagok számára egyértelmű, de a kívülállók számára nem biztos, hogy világos. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár egy önkormányzati intézmény. Költségvetését minden évben a képviselő testület hagyja jóvá. A megszavazott pénzt csak arra költhetjük és fordíthatjuk, amire kértük és kaptuk. Ezt többek között a kincstár is ellenőrzi. Tehát egyetlen számlát nem fizethetünk ki úgy, hogy nem ellenjegyzik és vizsgálják meg indokoltságát a polgármesteri hivatalban. Szakmai munkánkat munkatervünk, közművelődési és könyvtári szolgáltatási tervünk, valamint a rendezvény és eseménynaptár szerint végezzük. Ezeket a dokumentumokat minden év elején a testület szakbizottsága, a humánbizottság, majd a képviselő testület is tárgyalja, értékeli és jóvá hagyja. A szakmai tevékenységünkről évente beszámolót készítünk, amelyben leírjuk, hogy a jóváhagyott tervekből mi és hogyan valósult meg. Ezt is mindig megtárgyalja a humánbizottság, majd a képviselőtestület is szavaz róla. Az elmúlt években nem nagyon emlékszem olyanra, hogy komolyabb elmarasztalást kaptunk volna, inkább szóbeli elismerés vagy dicséret hangzott el a munkánkkal kapcsolatban. Ezekben az éves írásos beszámolókban, amiket benyújtunk a testületnek, a Péti Nyárról kapcsolatos adatok is szerepeltek. Mivel a testületben vannak új tagok, akik nem biztos, hogy látták ezeket az anyagokat, és a régiek sem emlékezhetnek mindenre, ezért készítettünk egy összefoglalót az elmúlt 6 Péti Nyár pénzügyi vonatkozásaival kapcsolatban. Ebből mindenkinek most adtam egy példányt. Most csak az utolsó 3 év adatait szeretném ismertetni.
2019-ben a péti nyár 13.993.500 forintba került. A két esti zenekar koncertje és a DJ fellépése együtt bruttó 3.124.000 forint volt. 2018-ban a péti nyár összköltsége 13.664.452 forint volt, a két esti koncert ára és a DJ összesen 3.186.000 forint volt. 2017-ben a péti nyár 15.179.721 forintba került, ekkor mind a két napon kettő-kettő zenekar játszott, összesen 4.296.500 forintot fizettünk ki nekik. Az elmúlt években megtörtént, hogy a decemberi ülésen a képviselőtestület céltartalékba helyezett a közösségi ház számára egy bizonyos összeget a péti nyár koncertjeivel kapcsolatban, amit az átmeneti költségvetés idején is felhasználhattunk. Erre azért volt szükség, mert egyre több fesztivál zajlik Magyarországon és a Kárpát-medencében, ezért az országos hírű zenekarokat nagyon korán, még az év elején, vagy akár már az előző évben is lekötik a rendezvényszervezők. Mi viszont csak az elfogadott költségvetés után, március elején, közepén tudtunk velük tárgyalni, és nagyon sokszor azt a választ kaptuk, hogy már máshova leszerződtek. Tehát, hogy szerződést kötni csak úgy lehet, ha a rendelkezésünkre áll pénz, ugyanis ezeknek az együtteseknek a döntő többsége ragaszkodik ahhoz, hogy szerződés kötéskor előleget fizessünk nekik. Így biztosítják be magukat, hogy lemondjuk le a koncertet. És most akkor térjünk át a 2020-as péti nyárra. Elsőként azt szeretném elmondani, egyetlen képviselőt sem kerestem meg azzal, hogy lobbizon azért, hogy 2019 végén is céltartalékba helyezzen a testület bármekkora összeget. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy 2020-ban komoly takarékoskodásra, akár megszorításokra is fel kell készülniük a péti közintézményeknek. Tehát sem a testület kompetenciáját, sem a felelősségét meg sem próbálom elvitatni azzal kapcsolatban, hogy mire is mennyit költünk. Ezt önök fogják meghatározni. A péti nyárral kapcsolatban a képviselőtestület dönthet úgy, hogy kevés a település pénze, és nem rendezi meg 2020-ban. Dönthet úgy, hogy megrendezi, de legyen csak egynapos, mint a kezdetekben. Dönthet úgy, hogy legyen kétnapos, de amennyire csak lehet, takarékoskodjunk. Ne lépjenek fel zenekarok, vagy csak egy zenekar lépjen fel, vagy ne hívjunk országos ismertségű együtteseket, hanem nézzünk körül a kistérségben, a környéken, és amatőr vagy félprofi együttesekkel tárgyaljunk. Egyébként senki nem tudja itt a teremben, hogy mennyi pénz jut majd a péti nyárra, mert ez a közösségi ház költségvetésétől függ, amit 2020. február végén fogadnak el önök. Visszatérve a céltartalékhoz. Ahogy már említettem, nem kezdeményeztem a céltartalékba helyezést, de megköszönöm azoknak a képviselőknek, akik ezt javasolták. Ha a képviselőtestület megszavaz céltartalékot, akkor el tudjuk kezdeni a tárgyalást január-februárban országos hírű zenekarokkal. De arra mindenkinek számítania kell, hogy a papíroson olvasható fellépti díjakhoz hasonló összegekkel kell számolnunk. Ha nem szavazzák meg a céltartalékot, akkor a költségvetés elfogadása után, amikor már tisztában leszünk azzal, hogy egyáltalán mennyi pénz jut 2020-ban a péti nyárra, körbenézünk a zenei piacon, és akiket akkor rendelkezésünkre álló pénzért találunk, azokkal kötünk szerződést. Azt fogjuk végrehajtani, amit önök döntöttek, és döntenek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nekem változatlanul. Most kérsz pénzt, vagy nem kérsz pénzt? Döntsön a képviselőtestület, végre fogom hajtani. Nem szeretnék bűnbak lenni, nem szeretnék olyan benyomást kelteni itt a településen, hogy a közösségi ház, amelyre úgyis rettenetesen sok pénzt kell kötni, megint nem érzi a határokat. Ha a képviselőtestület felvállalja ennek a döntésnek az ódiumát, hogy ad 2 millió forintot, ad 1 millió forintot, ad 500 000, akkor a képviselőtestület vállalja fel, én végrehajtom. Nem kérem. Nem is kértem. Ha úgy döntötök, hogy akartok adni, adjatok, ha nem, akkor pedig a költségvetés elfogadása után amennyi pénzünk lesz, abból fogunk gazdálkodni. Mint hogy az egész önkormányzat és az egész képviselőtestület majd abból fog gazdálkodni, amit február végén megszavaztok. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Világos beszéd. Igen, ez világos beszéd volt. Igen? Igen, világos beszéd volt, csak a vehemenciával voltak problémáim, nem értem, hogy mi indokolja ezt. Bocsánat, hogy a vehemenciáját elég régóta ismersz, vedd vissza. Szerintem lényeges volt az, amit elmondtam. A gondolod, halkan és csendesen is megismételem. Kati. Én a vehemenciát teljesen megértem, mert úgy hangzott el két bizottsági ülésen is, hogy a Kati kérte ezt a pénzt.
Így hangzott. Tegnap is így hangzott. Így hangzott el a pénzügyi bizottságon. Igen, Gyula? Nem így hangzott el. De igen. Úgy hangzott el a Marcsinak, a Szigeti Marcsinak az eredeti felterjesztésében a Humán Bizottságot, hogy beszélgettünk, fontosnak tartjuk, hogy jó zenekarokat le tudjunk foglalni időben, és javasoltunk először 5 millió forintot, de kevés volt a pénz ugye tartalékba, aztán egészen lementünk 2 millió forintig. A pénzügyi bizottságban volt egy 1 milliós próbálkozást. Én egyébként számomra, és ugye nagyon érdekes, hogy nem az új képviselők nem tudták, hogy mennyibe kerül egy Péti nyár vagy egy koncert, hanem a régiek sem voltak tisztában vele. Ezt olvastam föl neked tegnap a pénzügyi bizottságon. Humán bizottság, nem akarom nevesíteni azt a képviselőt, aki, na mindegy, ebben nem menjünk bele, ez nem is érdekes. Én egyébként még mindig úgy látom, hogy igenis szükség van arra, hogy valamennyi pénzt most az átmeneti költségvetés terhére adjunk a közösségi háznak, hogy le tudjon foglalni jobb zenekarokat. Mert egyértelműen kiderült az, hogy utána majd csak abból tudunk válogatni, mi marad. Ez tényleg így van? Ez egyértelmű. Tehát a jobbakat lefoglalják, mert ilyen a világ. Régóta ilyen a világ. Úgyhogy én javaslom, fenntartom azt, hogy 2 millió forintot adjunk a közösségi háznak. Ezt nem pluszba kapja, tehát ez ki fog egyébként, amikor meg lesz a költségvetés. De ez pluszba kapja idén a költségvetésében. Igen, aztán utána meg ennyivel kevesebbet már nem kell felhasználni, ugye? Tehát akkor igazából nem úgy kapja. Úgyhogy én javaslom, hogy adjunk 2 millió forintot. Én meg azért nem javaslom, hogy adjunk 2 millió forintot. Összesen 5 millió forint tartalékunk van, amint mondottam, volt abból 1 millió 250 ezer forintot már elvettünk. Megy a másik pályázati pénzrelszámolás, nem tudom abból mennyit kell visszafizetni, és még nincs itt a december 31. Én úgy gondolom, hogy a Katit, ha megkérjük, hogy nézzen körül a piacon, és tájékozódjon, a dologi kiadásaiból lehet, hogy meg tudja előlegezni, mert 8 millió forintot volt még december elején, lehet, hogy meg lehet előlegezni, ki lehet gazdálkodni, ha szükséges, legalább egy zenekarnak a pénzét, tessék. Elnézést, én a dologi kiadvásra, vagy a dologi költségvetéséből nem csoportosíthatok át erre. Ez dologi kiadás. Jóváhagyás kell. De elnézést, nem. Szerződés, a költségvetési rendeletekben... Kérdezzük meg ezt a kincstártól. Megkérde. Ez dologi kiadás. Az, hogy a munkaanyagban ez be van sorolva, azon belül te átcsoportosíthatsz, mert a költségvetési rendeletben olyan soraid vannak, hogy személyi, járulékok és dologi. A dologi kiadásodból ezt te tudod fedezni. Ezt megkérdezem, de ez így van. Jó, tehát ez most akkor azt jelenti, hogy a közösségi ház költségvetésében levő dologi maradványból a testület igen. felhatalmazást ad arra, és megszavazzátok, hogy én lekössem igen. ezeket a zenekarokat. Igen. 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 És te tudod, mert én nem tudom. Te tudod, hogy nekem van ennyi maradványom. Maradványod egyelőre nincsen. Ennyi de, pénz hogy van ennyi a számlálod. Dologi igen, 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 igen. 8 millió forint. Megnéztük. Jó? Neked az is jó, abból adjuk, mint ennyiből adjuk. Jelentse. Oké, akkor most már látszik, hogy van pénz, meg lesz pénz. Kérdés az, hogy ugyanilyen szintű rendezvényt akarunk-e, ilyen 15 millió forintosat, vagy pedig most vegyük lejjebb, és akkor ne 3 millió forintos zenekart hívjon a Kati, hanem tényleg itt, ahogy fölvázolta a kistérségből, hogy kicsit vegyük szűkebbre a zakót. Mert neki kell az is, hogy milyen irányba tájékozódjon, annak ellenére, hogy van pénz, de mit? Parancsolj. Köszönöm. Ha emlékeztek rá, akkor talán egy 3-4 évvel ezelőtt Katival beszéltünk arról, amit én indítványoztam is, hogy a közösségi ház és a Humán Bizottság az üljön le, és tárgyaljuk meg, hogy hogyan tudunk a Péti nyár bizonyos dolgain igazítani. És most kellene igazítani, csak most már nem igazán van rá idő. És akkor a képviselő testület azt mondta, azt a döntést hozta, hogy erre nincsen szükség, úgyhogy ezt hagyjuk. Én azt javasoltam volna akkor is, meg most is ezt javaslom, hogy egyébként
egész nyugodtan a helyi vállalkozásoknak lehet fizetni azért, hogy ezt a PT nyáron ők megjelenhetnek. Többel beszéltem a PT nyárok során. Mindegyik elmondta, hogy nem esne nehezére, hogyha ő neki fizetnie kellene néhány tízezer forintot. Tudom, hogy nem sok, de lehet, hogy a villanyszámla kijön belőle. Viszont azért nem lehet most ezt így kimondani, hogy akkor ez legyen így, ugyanis az elhelyezésükkel általában probléma van. Tehát itt a helyet is rendesen át kellene gondolni, erre most már nincsen idő. Akkor lett volna idő, most nincs, és most itt egy ilyen helyzet, amikor igazán jól jönne. Nem biztos, mert ez nem csak ennyit, de nem csak ennyiről áll a átbeszélés ennek. Nem csak ennyi. 6 hónap azért sok mindenre elég. Hát miért nem biztos? Tessék? Miért nem elég? Szerintem még mindenben időben vagyunk. Hát ez az, hogy nem csak annyi sorsolás. Higgyétek, ebből megint cidzi lesz, hogyha az egyik a szélire kerül, a másik ide. Tehát ebben minden évben van. Borzott, persze, de az elhelyezéssel kapcsolatban is volt javaslatunk. Katival beszéltünk erről több ízben. Csak a testület nem fogadta el, hogy ezt rendesen átrákassuk. Kati? Én szégyenem, Norbi, én erre nem emlékszem. De most pedig új, volt bőle indítva. Ez most indítva. Új időszámítás. Én azt gondolom, hogy most ahogy döntötök arról, hogy lesz-e 2 milliónk, vagy 1 milliónk, vagy bármi, attól függetlenül júniusig ezeket a dolgokat a Humán Bizottsággal összeülve végig tudjuk beszélni. És el tudjuk dönteni az elhelyezést, végig tudjuk gondolni, hogy kérünk-e bérleti díjat, kitől meddig, a kincstárnak végig kell járni, hogy hogyan tudjuk beszedni a bérleti díjat az önkormányzat részére. Ezt mind végig lehet gondolni, és én szerintem erre bőven van idő. Mert miért ne tehetnénk meg? Én azt gondolom, hogy mindjártnak az az érdeke, hogy minél többek megelégedésére zajoljon, már nem tudok beszélni a Péti nyár, ráadásul valami bevételt is próbáljunk produkálni. Köszönöm, én igazából csak azt szeretném javasolni, hogy magából a színvonalból semmiképpen ne adjunk lejjebb. Ugyanakkor magát a költekezést, most nem jut eszembe jobb kifejezés, kicsit ezzel negatív, de hogy azt egy kicsit feszesebbre lehetne fogni. És amit említettem, én azt is javaslom, hogy nyugodtan kérjünk néhány tízezer forintot azoktól, akik ott bevételre tesznek szert. És most megint szelíd leszek. Tehát ez a költekezés, ez egy olyan kifejezés, tudod, ami majd így körbefut Pétföldön, és úgy meg lesz szellőztetve. Konkrétan mondd meg, mire gondolsz? Mi az a költekezés, amit vissza kellene fogni? Leülünk és megbeszéljük. De akkor ilyen szeretném. Tudjátok, biztos, hogy szükség van mindenre. A vehemenciám onnét szól, tudjátok, most akkor már Gyula mondta, tehát legyünk becsületesek és legyünk egyenesek. Tehát rettenetesen félek attól, hogy a véleményvezérek ezt majd a különböző közösségi oldalakon hogyan kommentálják, és az a közösségi ház, amelyiket ugye folyamatosan arról beszéltek, hogy mi milyen nagyon-nagyon sokba kerülünk, és mennyire nagyon nem dolgozunk, és nagyon nem lesz az nekünk kellemes egy költségvetés előtt, miközben tudom, hogy lesznek megszorítások, mert szükségesek. Ha az úgy megy ki a faluba, hogy a közösségi az megint kikövetelt magának 2 millió forintot, miközben egyébként is pancsolják el a pénzt. Ráadásul te most meg azt mondtad a Péti nyárral kapcsolatban, hogy a költekezéseket vissza kell fogni. Konkrétumokról beszéljünk. Jó. Azt is hozzátettem, hogy nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, de mit eszemben más. Tehát az, hogy ez a 15 millió forint, vagy 13, amivel kerül a Péti nyár, lehet, hogy 1-2 millió forintot itt-ott össze lehet csipegetni. De ahhoz le kell írni, mert egy marra hosszú lista, le kell ülni, és át kell nézni, hogy mi az, ami javasolhatni merészelek, hogy esetleg ez vagy az. Minden javaslatoddal és minden egyes képviselő, és kérem a segítséget. Gyula, majd Gyula jelentkezett. Így van. Köszönöm szépen. Tehát ugye most is minden a három bizottságban azzal is élveltem, hogyha esetleg szükségünk van pénze, és valamilyen szinten növelni kell a közösségi ház bevételét a Péti nyár által, akkor úgymond jó zenekarokat kell meghívnunk, hogy biztosan tudjunk kérni úgynevezett jobb, esetleg magasabb bérleti díjakat. Helypénz. Semmilyen összeget sem, tehát helypénzre kell gondolni. Az meg most, hogy ki egy téren hova esik, azt el lehet dönteni egy sorsolással, stb. Tehát ugye ez is érvelet szól, de ahhoz jó zenekarokat kell lefoglalnunk. Homlok egyenes, másképp gondolom. Én szerintem meg nem kell ilyen 2,5 millió forintos zenekarokat idehozni, pláne ilyen a Piramis meg a Révész Sanyika. Ott voltál? Ott, gyalázatos volt. Tisztelt képviselőtestület,
Csak ti kaptátok meg nevesítve. Tehát ezek szerződési titkok, ezek az összegek. Tehát ne nevesítsük a zenekarokat, arra kérlek benneteket. Köszönöm szépen. De nagyságrendiek, ekkora összegek mozogtak. A zenekar, amit megnemeztem, ott a minőségével nem voltam megelégedve. Tehát... És így egyedül voltál az egész piacon. Hát ilyen rossz... Jó, nem menjünk ebbe bele, jó? De borzasztó volt. Tehát nem kellene ilyen drága. Az egész Pécsi nyárnak a költségvetésének a egynegyede, egyharmada erre megy el a zenekarokra. Ez borzasztó sok. Én szerintem egy-egy zenekar egy olyan 1 millió forintnál álljon meg. Jöjjön itt a környékről, nem tudom. Nem, hogy még nagyobbakat, de kit akarsz idehívni a Nyugat-Európából, olyan kivéleti boniemeket, vagy nem tudom mit. És akkor még jó az, annyival többen lesznek és agyontapossák egymást, annyival nem fognak többet fizetni. Az a pár tízezer forint semmit nem segít, amit beszedsz a vállalkozóktól. Az igazán nem fogja egyensúlyba hozni, vagy még egyensúly közelébe se a költségvetését ennek. Tehát egyszerűen nem lehet összemérni azt, amit te béleti díjba beszedsz, ezekhez az összegekhez képest. Tehát nem egy nagyságrend. Tehát én arra fogok szavazni, hogy fogjuk vissza. Fogjuk vissza. Jó. Most milyen választ vársz, Kati? Egy limitet, hogy másfél millió ne legyen drágább. Milyen irányba induljon el rá, meg kell igen, hogy másfél... A dologiból 2 millió forintot arra esetleg felhasználhat. Kiderült, hogy van pénz. Volt egy a Humánbizottságban egy 2 milliós javaslat, szavazzunk kéne volna. Jancsony? De az a kérdés, Gyula, hogy milyen... De azt nem fogja elkölteni egy lehetőség, hogy körbenézzen a piacon. Na de ha leelőlegeti, akkor ki kell fizetni majd. Igen. Hát abba kéne megállapodni. Jövőre honnan tudod, hogy lesz pénzünk rá? A drágára. Meg egyáltalán a nagyságrendet azért meg kellene határozni. Ez csak előleg, ez nem a összeg. Igen. Jó, de nem mindegy, hogy egy 3 milliósnak fizeti be az előlegét, vagy egy 1,5 milliósnak fizeti be az előlegét. De ha nincsen semmi sem, akkor ott áll és nézi, hogy hopp, de ezt elvitték. De nem, hopp, az, elvitték. Nem az a kérdés, hogy fogadhat zenekart és fizethet előleget. Felnőtt, és tudja ő is ezeket a paramétereket, hogy rosszabb helyzetben van a falu. Nyilván akkor nem azt fogja mondani, hogy az Aerosmith úgyis jön Magyarországra, jöjjön le Pétre. Nem. Akkor de. Az, hát jöjjön le. Ugye? De jöjjön le. Esetleg, hát ha ki tudjuk bulizni. Igen, az viszi az egész éves költségvetést. Igen. Ugye az átmeneti költségvetés február végéig tart. A Humán Bizottság nagyon sokszor ülésezik. Már elkezdtünk ajánlatokat bekérni. Tehát nagyon-nagyon gyorsan igyekszünk ajánlatokat bekérni, amikor meg lesz ez a lista, én a Humánbizottság elnökénél jelentkezem, és arra kérlek benneteket, hogy tűzzétek napirendre, akár január első vagy második hetében, ott lesz a lista árakkal, és nagyon megtisztelnek a képviselők és a képviselő asszony, hogyha ötleteket is adtok zenekarukra, és szerintem most elszaladhat a fantázia, és meg fogjátok látni, hogy mennyiért jönnek. Üljünk le, nézzétek meg, és beszéljük meg. Jó. És döntsön róla a Humán Bizottság. Egyébként volt már ilyen. Tehát volt ígérem 6-7-8-9 zenekarét, és hogyha január második hetében nagy Isten leülünk és megbeszéljük, akkor azért még van esélyünk, hogy megszerezzük őket. Főleg, hogyha megmondjuk nekik, hogy addig várjanak, tehát 1-2 hetet vár, 2 hónapot nem biztos, hogy vár. És azt mondjuk, hogy akkor felhívjuk őket és választ adunk. Jó. Tehát nagyon gyorsan összeszedjük akkor az ajánlatokat. Probléma megoldva, gordulszű csomó elvágva, további javaslat, és vegyes ügyekbe. Igen? Az egészen nem volt semmi értelme. De nagyon sok értelme. Tessék, parancsolj. Nagyon sok értelme. Kicsit átlépnék a tanári oldalamra, és az ülés elején átadott karácsonyi egyedi készítésű kézműves üdvözlő lappal kellemes karácsonyt kíván a Horváth István Általános Iskola mindenkinek. Köszönjük szépen! Én meg mindenkinek nagyon kellemes, békés, áldott karácsonyt kívánok, és utána meg nagyon boldog új évet, és a utolsó rendes képviselőtestületi ülést ezennel zárom. Holnap falu karácsony!